Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Sziasztok! Hello Jani! Hello minden Morning Show hallgatónak, jó reggelt. Szakadó eső, ha valaki még otthon nyújtózkodik, és így gondolkodik, hogy mi lehet kint, és nem hallja, mert nem kopog, vagy mit tudom én, nincs hangja a redőnyön, vagy nem tudom. Hát olyan szakadó esőben jöttem, hogy kapaszkodnom kellett. Azt hittem, azt mondod nekik, ne menjetek sehova. De állja, szívem szerint azt hiszem. Ne menj sehova. Igen, nagyon nagy közhely lenne, ezt ugye senki nem tudja megcsinálni, azért, mert egy rádióműsorvezető ezt bemondja. De hogy, szóval igen. Ráadásul valami, nem tudom, dzsúha szétkenődött a szélvédőmön, és nem láttam semmit. Hallottál előttek rákogást? Jó akarod. Ezt neked a műsorért, meg mindenért. Nem, valami, nem tudom mi, lehet, automosóban volt a kocsim, és lehet, hogy ott rákentek vaxot kívülről, vagy nem tudom, valami. De hogy konkrétan úgy vezettem, mint Ace Ventura, tehát egy kidugott fejje. Az esőben jó? Az esőben, mert semmit nem láttam. Tehát így nem tudom, ezek a mostani vegyszerek, vagy nem tudom, mi volt rajta. Meg ne permetezzék rá a szélvédőmre. Ugye? Tehát ne. Beállsz a izébe, beállsz a mosóba, ha ilyen gépibe vagy, és rányomja az a vacak. Én gépi mosóba nem járok. Nem szeretem. És a kézivel? Én mindig kéziben, mert összekarcolja a gép, én azt nem szeretem. Tudod, koszos a kocsid, nem mész gőzborotvába mondjuk előtte végig rajta, mert nem minden kézi mosó előtt állnak, bemegy, rányomja, és a porszemcséket, az a görgő cucc, az elkezdi szépen beledörzsölni. Ráadásul ugye nem cserélnek sűrűn görgőfejet sok helyen, és azok egy idő után szépen szétkarcolják az autót. Én nem, gépi mosót nem szeretem. A régebbi autónál vastagítja, tudod, a páncélzatot. Hát, a kis polszkit én is oda vittem. Meg én régen egy-két autóban. A hengerek a kis polszkit. Hát el, sőt, az egyik autómat úgy jöttem rá, hogy átvágtak, hogy törött volt, hogy beázott a mosóba. Ültünk, bementünk, és jobb oldalán az anyósülés mellett az üvegnél elkezdett beszakadni a víz. De hogy így, és ott már senki sebe tudod. Tehát ott már tudsz kiszállni. Mondtam, hogy hát akkor szerintem ez a kocsi törve volt, hogyha így esik itt be a víz, akkor lehet, hogy ez nem az igazi. Na mindegy, úgyhogy nem, te miért, a gépiben mosadsz ilyen forgósba? Ez a... Dehogy is, hát a vászontetőt. Ja, azt nem, mondom, hogy nem, az... nem, régen volt olyan, hogy beálltam, annak mindegy volt, hajta rakódjon rá még egy kis rétegvastagság. Száraz mosóba viszed. De én csak lefújom. Nedves sampon is van, meg van például, azt hiszem, várjál, melyik volt az a V2, azt hiszem, száros, én azt imádtam, igen. Meg van is még. Van még? Jó. Megszórom száraz samponnal, lefújom, és már jó is. És ekkor autót, hova most csak? Az jó is, ja. Egyébként. Na, de a rossz idő egyébként még marad egy nagyon picit. Tehát holnap azért lehet majd látni a napocskát állítólag, aztán hétvégén meg majd vasárnapra megint visszajön ez az eső, de ma még kitartás mindenkinek. Képzeljétek el, rájöttem, hogy egyáltalán nem zavar. Igaz? Ez szintén elfogadó lettem, hogy nem, jöjjön, aminek jönnie kell. Nem baj. Én már a tavasz tervezem. Picit előre nézel, mondjuk. Meg a síelést. Hogy hát ugrottad a karácsony. Nem, én a karira vagyok nagyon beállva. Most nem tudom, miért valamilyen ilyen érzelmes ilyen. Szeretet hiány? Itt baj Aha, van. Lehet. Óriás baj van a világgal, ha Jani várja a karácsony. De tényleg, valamiért most nekem ez így nagyon. De egyedül leszel, nem családot elküldted valahol. Persze. Kibontod a magadnak vett ajándékokat, berakod a magadnak vett DVD-t, kinyitod a magadnak vett nachoszt, felütsz hozzá egy magadnak vett avokádókrémet. Nem? Dobsz egy SMS-t, boldog karácsony nektek is, gyerek. Szevasztok. Valahogy most várom. Jó lesz az. Jó lesz egy kicsit ejtőzni. Szűk családi körben. Ezáltal üzentem a nővéreménknek, idén nem megyek. Illetve jöjjenek nyugodtan, csak nem nyitok ajtót. Nem megyek, szeretem ezeket. Én olyan karácsony szeretnék egyszer csinálni, hogy elmenni így mondjuk hegyekbe, de ilyen, ahol van rendes hó. Tehát Ausztriába egy ilyen kis faházba, és akkor csak a család, senki nem jön. Az jó lehet ott ülni? Hogyne? Vagy a második nap azt mondod, hogy menjünk innen, mert megőrülök. Nehogy is, nem. Nagyokat nordwalkingoltok, sétáltok, szánkoztok, az tök jó. Mit csinálok? Hát tudod, amikor nem kell sílécet kötni, csak ez a két. Ja, azt így hívják, Nordwalking, igen. Aranyos dolog lehet, leveszed ezt a két vizét, az mit, az segít valamit? Segít. Az sokat segít, nagyobb távolságokat tudsz megtenni, lököd magad a bottal, mozgatod a felsőtested, és tök sok kalóriát elégetsz. Az osztrákok nagyon-nagyon sokat csinálják, elmész egy osztrák erdőbe, mindenki nyáron is ilyen bottal rohangál. Hosszú távú túrákhoz egyébként ideális, azt annak idején a sífutóknak találták ki ilyen száraz edzésnek. Egy idényen kívül, amikor nincsen elég hó, akkor is tudjanak egy kicsit készülni. Aha. És nagyon jó kis sport. Szerintem próbáljátok ki.
Mondjuk neked két villanyoszlop kell. Hát ez az. Hát nincs olyan magasságú pálca, ami nekem jó lenne. Szóval én ezt tervezem egyszer, egy jó faház, kandalló. Te jó az. Mondjuk medvebőr, az ne legyen benne, de ilyen jó sok fa, és akkor tiszta hó, minden, csak hegyek vannak, és ott a kis családoddal nekem lesz. Az jó lehet. Erről mindig az a jó. Last Christmas clip jut az eszembe. Igen. Hát, hogy ez nekem annyira beégett így, amikor mentek, és akkor ilyen embertelenül drága, és egyébként a célnak tökéletesen alkalmatlan ruházatban ott kint hemperegtek a hóban, meg ott dobálták egymást. Csak olyan fura volt, hogy egy napra mennek, aztán másnap már mennek is haza, úgyhogy kicsit gyorsan lezajlott a dolog, de helyes volt. De helyes volt. Mondjuk az eredeti vágatlan változatot is megnéztem volna, hogy valójában George Michael kire kacsingatott. Miért a klipben kire? Hát ott jányokra. Lányokra? Igen, egymásnak a barátnőire, ha jól emlékszem. Tehát pont úgy volt, hogy elmentek, jól érzték magukat, marha jó volt minden, csak éppen pont a másiknak a barátnőire. Aha, ez a párcserés karácsony. Vagy csak bele akartam látni ezt a dolgot. Ilyen szép ajándék. De az nagyon jó volt, ez nagyon hangulatos volt, tényleg. A párcserés karácsony? Az mindig jó. Az mindig jó egyébként. Ünnepeljetek fordítva. Igen. Mi történt a nagyvilágban? Semmi? Nagyon jó kérdés. Hát tegnap nektek szabad napotok volt, én igen, ezért a rendezőtöket elkértem. Velem volt egész nap, és akkor ma meg visszaadom, ti jöttök, ugye én semmit nem tudok a világról. Te is forgattál, mi? Igen, az ég egyadt a világon, fogalmam nincs semmire, hogy mi történt, mert este hazaestem, még meseolvasás, ugrál, azt mondom, mindenki menjen aludni, ne szóljatok hozzám, elég. És milyen együtt éreztem veletek, hogy a hétből öt napot így csináljátok. Ugye? Nagyon jó. Nagyon szuper. Ja, gyerekek. Meséljetek ti, mi van a világban? Semmit, zajlik az ATP világbajnokság. Jaj, ma van valami Djokovic Federer, vagy ki az a másik? Ma van Djokovic Federer, igen, van. Este 9-kor. Meg ráadásul a Nadal játszik a Ferrerrel, délután 3-kor. Ott melyikre fogadnál a Nadal Ferrernél? Hát így nézzél rá. Hát Nadalra, Ferrerre egy 10-est tartok, Djokovicra teszem a 10-est, holnap kiderül. Naf tartod, vagy se? Mi van? Én ezt nem is tudom. Én vettem. Nadalra fogadol, nem tudom ki az, én a másikra, ki volt a másik, Ferrer? Igen, Ferrero. Ez azt jelenti, Ferrero. Arra látod, igen, a másik meg. Pedig a Nutella. Jó, tehát ott akkor buktam egyet, és a... Ne, annyira nem buktál, hogy te a Nadalra fogadtál. Nem, te fogadsz a Nadalra. Én a Nadalra fogadtam, te a Ferrerre, egy nappal ezelőtt a Ferrer agyonvert a Nadalt. Tehát, hogy itt már nem tudsz rosszul. Nem ma lesz. De csak tegnap is játszottak együtt, vagy tegnap előtt. Ezek miért játszanak együtt? Mert ez az ATP világbajnokság, mindegy. Ez egy hosszabb... együtt. Aha. Tehát nem úgy van, hogy megvered a másikat, akkor ő pakol és vissza? De, nem, ez előbb még egy másik versenyen találkoztak, az Párizsban volt, hogy ezres ATP, ez már egy ATP világbajnokság Londonban. De most tegnap még Párizsba ütöttek a szállt menek. Hát nem tegnap, mit tudom, két napja. Aha. Két napja, vagy három napja. Szörnyű kavarodás van ebben a sportban, de nem. Hát összesorsolnak téged, ugyanúgy, mit tudom én, vagy egy ATP ezresen Párizsban, ott játszol egy elődöntőt, aha, majd utána a szombaton mondjuk véget ér, aha, te nem jutsz be a vasárnapi döntőbe, de hétfőn már Londonban elkezdődik az ATP világbajnokság, világos, és kedden a második napon a csoportkörök alapján te lehet, hogy újra ugyanazzal az emberrel vagy. Ahogy egyébként a másik ágon Djokovic Federer pont két napja játszott szintén. Nagyon jó. Rögtön bosszút tudsz állni. De nem, rögtön bosszút tudsz állni, igen. Tehát nem untatnálak itt a hosszú részleteket. Ne is, mert megzavarsz, nem jó. Azért sose szeretem, ha megél látok. Jó, oké, tehát írjuk, akkor te Ferrer. Hát én földobtam, tőlem választhatod a Ferrert is. Nem. Én most hiszek ebben. Jó. Meg Roger ellen meg nem teszek, de hát az meg nem lenne. Ez egy elvi dolog. Az egy elvi dolog nekem. Fülébe jutna, rosszul esne neki. Igen, azt szerintem kifejezetten rosszul esne. Ez holnapra kiderül mind a kettő? Ma játsszák az összeset? Akarod, én ma este 11-kor elküldöm neked mind a két eredményt. Nagyon jó. Délután 3-kor már okosabb. Nem szeretem, amikor mosolyjelet küldesz a fogadásaink után, mert szokott jelezni, hogy nagy esély, mi lett a végeredmény. Nagy esély van arra, hogy senki nem fizet senkinek. Szerintem most Nadal felszívta magát Ferrer ellen, meg ATP világbajnokságban, viszont a Djoko behúzza a Federer ellen, tehát 10-et adnék, 10-et kapnék, úgyhogy senki akkor nem fog senkinek. Hát meg, ha jól tudom, akkor most ennek ugye az a tétje, hogy a Nadal elsőként fejezi be az évet, vagy sem. Meg kéne néznem, hogy tavaly hogy meg kellene neki most védeni pontot, vagy nem kellene megvédeni pontot, nem tudom. Most úgy tudom, hogy a Djoko és Nadal között fog eldőlni. Az biztos, a világ elsőség. Az már egészen biztos, más között nem tud, igen. Most ugye Djoko megvédte magát Párizsba, azért nem kap pontot, úgyhogy igen. Nem tudom most, mennyi van kettő között. Az biztos, hogy Nadal van elő, nem tudom, hogy mi van. Nadal behúzott idén két Grand Slam tornát is. Igen, meg hát ezereseket, 500-asokat, sokat nyert ebben az évben. Na mindegy. Jó, holnapra okosabbak leszünk. Del Potro, Gászké, valaki, senkit ne fárasszak ezekkel? Ne, hagyjunk.
Érdekes. Senki? Hát egy jó Del Potro Gasquére, senkire? Ott a Gasquére nekem az egy érdekes név. Így van. Olyan ugye? Egykezes forrákja van, megőrült. Éreztem én. De a Del... Del Potrónak nincs egy... Így van. A Piero nagyon jó. És a Gangstának milyen zenéket írt, igen. A Del Piero az nagyon jó. És hogy focizik? Ugye? Kutyafáján. Nem tudom, hogy az valami másik dolog. Olyan jó lenne, még valaki szeretné a teniszt, és így le tudnánk ülni, és így 10 percen keresztül tudnánk beszélni, hogy hogy üti a Gasquére azt az egykezes fonákot, és hogy vajon Wawrinka hogy tudott mégis jobb lenni Berdichnél, de hogy ez nektek nem, tudom, hogy nem fájja, csak egy kicsit egyedül vagyok. Tudok róla beszélgetni bármeddig, csak nem értem. Kár. Igen. De kár, hallgatók is biztos nagyon sajnálják, hiszen egy igazi tenisz nemzet vagyunk, mindenki él, hal érte. Szerintem sokan szeretik itt a teniszt. Szerintem mindent szeretnek az emberek, amiben igazi komoly sikereket el tudunk érni. De mi nem tudunk elérni komoly sikereket. Na, választ is adtál. Semmi olyan komoly sportban nem vagyunk ott, ami egyébként a világ szempontjából fontos. Ezt most komolyan mondom. Tehát mondj nekem egy olyan sportot, amiben sok pénz van, és magyarok vannak ott. Mert nincs. Olyan sportokban vagyunk ott, amiben egyébként nincsen sok pénz. Ne mondjad már, na. Hát a fociban rengeteg van. Ott nagyon sok pénz van. És itthon, otthon vagyunk ebben is. Sajnos ott van a kajakkenő, mindenki mondja, meg a vízilabda. Ezek világviszonylatban egyébként olyan sehol sportok, amit sehol nincsenek. Tehát, hogy, és nagyon nagy eredményeink vannak, és tök szép. A vízilabdában egyébként kezd pénz lenni világszinten. De semmi komoly sportban nem vagyunk ott, ahol igazán dollármilliók vannak. És miért nem? Teniszből miért nem vagyunk ott? Mi kéne hozzá? Teniszből... Nincs lehetségünk hozzá? Kimondhatjuk, hogy egy nemzet nem ért. Figyelj, nem. Az van, hogy egész egyszerűen nincs pénz. Aha. Tehát amíg megnézed, hogy körben mondjuk a Szlovákiában top 20-as játékosok vannak, a szerbeknél, a románoknál, a lengyeleknél, tehát itt körülöttünk mindenhol körbe vagyunk lőve top 20, top 30-as játékosokkal, de Magyarországon nincs egy csarnokunk. Tehát amíg Magyarországnak nincs egy normális teniszcsarnoka, és nem sátorba játszol, középkori módszer, hát mindenkinek van már teniszcsarnoka, addig nincs nagyon miről beszélni. Most kapott a teniszszövetség egyébként nőnként, hogy 300 milliót, amiből azért így elindulhatnak valamerre. Nincs rendes utánpótlásképzés, nincs nemzetközi színvonalú tanítás, csak egy-két helyen van olyan teniszkola, ami mondjuk világviszonylatban jó. De mondjuk én nagyon sok hiba van. Nagyon gazdag apuka vagyok. Igen? Mert vannak Magyarországon nagyon gazdag apukák, és mondjuk én szeretem a teniszt, és okay. Azt mondom, hogy a lányom vagy a fiam legyen teniszező, mert akkor csak tudok lépni. Hát egy bizonyos szintig biztos. Egy bizonyos szintig, igen. Kell egy nemzetközileg is jegyzett edzőt, vagy egy iskolát, és akkor oda ki kell majd járatni, vagy ki kell költöztetni a gyereket, akinek mellett nem áll, ha még tanul is. Ráadásul az a durva, hogy tehát ha mondjuk a 100, mondjuk világviszonylatban neked egy top 200-as játékosod van, akkor te még mindig ráfizetsz. Aha, tehát megtérülni ott fogsz, ha te top 100-as vagy. Aha. Gondold el, hogy utaztatod az edzőt, utaztatod a játékost, utaztatod a masszört, a szállodák, hotelek, repülőjegyek. Tehát sokba kerül. Evés, és akkor akik voltak jók, tessék? Akik voltak így viszonylag jók, hát, azok így véletlenül. Nem, hát ők kiemelkedő tehetségek, meg tehát olyan sokáig nem voltak azért ők se jó. Jó, Taróci. Hát a Taróci nagyon, persze. Aha. A Taróci nagyon. Vagy a Temesvári. Na, vagy a Temesvári. Hát őket a azért, hogyne, hát ők. Na mostan igen, most a Fucsovics van, de hát ő is ilyen Challenger versenyeket játszik, ilyen 50-eseket, meg nem tudom miket. Tehát, na, de ahhoz képest, hogy egy pár hónappal ezelőtt még temették sokan, tehát úgy nézett, hogy egy kicsit kallodófélben van, ahhoz képest ő nagyon szépen teljesít mostanában. Hát, most igen, szépen teljesít szegény, igen, most megnyert egy, azt hiszem, 50-es challenger-t, vagy valamit, de egyelőre még váratnak magára a komoly eredmények, tehát, de most nem is tudom, Németországba ment, aztán hazajött. Szóval nincs jó teniszoktatás Magyarországon, csak kevés. Na mindegy. Azt mondja, hogy most már jöhet a hüvelygomba. Abba jó, jó, most már eliesztettük a... Abba szerintem ott a világszint. Nem, várjál, most a női hallgatóinkat ijesztettük el, akkor most jöhet a prostata? Igen. Bár szerintem a nők is szeretik a teniszt. Na mindegy, jól van, tehát akkor megtettük tétjeinket, megnézzük, hogy mi lesz. Jó? Jó, holnap reggelig izgul. Oké, okay. Játék, ami van. 1-0, János hozta tegnap a pontot. Bevágtad? Be. Aha. Könyörtelenül? Aha. Könyörtelenül. Olyan voltál, mint Don Dragon de Wilson? Így van, szakadt a hálójöcsém. Úgy bevartam a büntetőt. Igen? De nem inkább egy tenyeres keresztet? Kicsit rá vagyok a tamma, nem? Miért büntetőt? Hát hagyjuk a futballt. Igen. Nem, egy magasegérű Jordannal küldtem padlóra. Na, az szimpatikus. Oké. Okay. Akkor lehet jelentkezni játékra. Nincsen csonka hetünk, kifutunk egészen péntekig, úgyhogy van idő.
Ezt most nem tudom, én mondtam. Van idő, csak nyugalom, ne kapkodjatok, de ne is húzzátok, talán jöjjetek, ha nem maradjatok. Talán szerdára ideérez SMS, ha szép lassan külditek el. Na, szóval, hogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Nagy Várzsony plusz 20 gyengé havazik. Aha. De az bent a plusz 20 gondolat. Igen, M7-esen nem tudom milyen, mert nem vagyok ott. Ugye egy hallgató. Köszönjük. Jó van ma veletek. Nem köszönjük van. Szépen. Jó. Valaki csak annyit írt, 3-as ugrás Zsuzsa. Na, hát ez igazából jobb később, mint soha. Nem mondtuk, hogy nem lehet jelentkezni 3-as ugrásra. Nagyon meggyőző vagy, Zsuzsa. Igen, Sopronnál legalább 15 kilométeres a dugó az útfelmarások miatt. Ezt Barbie küldte nekünk. Barbie, köszönjük szépen. És még egészen korán reggel jött, hogy a Rákóczi út valamiért be van állva? Most reggel. Sopron határ felé vezető út torlódik a felásás miatt. Anna is elküldte nekünk. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Szervusztok, legnagyobb tiszteletem az uraknak. Viszont kívánjuk. Hello, Zoli! Sziasztok, hello Bele, sziasztok, Feri Jani. Szia. Hello. Azt írta, remélem van nálatok kamillás popsikrém, mert miután végeztem veletek, szükség lesz rá, hogy tudjatok ülni. Gyertek, ha mertek. Persze, hogy ne, hát ez így működik. Én szeretem, ha valaki ezt így tolja, de ezzel nincs baj. Megnézem. Minek állsz szerénykedni, nem Zoli? Hát de nem, hát figyelj, alap dolog, azt mondtátok, popsikrás kell, én itt vagyok, ezen nem újra. Ennyi. És Janinál van. Csak mutatom egyébként, a kollégáknak van nálam. Tényleg az. Igaz, hogy kézkrém, nem popsikrém, de jól viszont a kászoktam, csak amikor kitelepüléseken vagyunk. Igen. Na. Tényleg egy jó kis kitelepülés. Majd tavasszal, nem? Zoli, kivel szeretnél játszani? Sokat hezitáltam, de végül János mellett döntöttem. De miért bántad szegényt? Mi a bajod vele? Korán reggel miért kell megkorbácsolni? Nem arról van szó. Igazán, de én mondtam annak is, hogy Balázs szeretném rommá verni nagyon. Aha. Mert az mégiscsak, hogy ő mászik bele többnyire legjobban az emberek tenyérébe. Na de, viszont a Jánossal S3 tesók vagyunk egyrészt. Mi? Másrészt meg metál tesók is. Tehát lehet, hogy egy kicsit jobban több témát lenne. Metál tesók vagyunk. Azt értem, de mi előtte mit mond? Mi az az S3? Hát a telefónia, tudod? Ja! Te az erős sötét oldalán vagytok. Ja. Hát azért na. Jó, figyelj, ez egy szabadon választott dolog, azzal játszik igen. Mindenki, akivel akar. Úgyhogy indítjuk az órát. Jó, Zoli? Készülj! Legyél ügyes, és megnézzük, meddig jutok. Mehetünk? Így van. Na, akkor 3-2-1, és tessék! Zoli, segítesz nekem? János, hogyne, miben szeretnéd? Van autód? Nincs. Hú. Se nem, jogosítványom, se nem. Gumicserére tolsz valamit? Gumicseréről kérlek szépen, a bringámon cseréltem rá, legutoljára gumit. Bocsánat, várjál, megállítjuk az időt, tanakodunk egy kicsit, jó? Óra áll, eltelt 15 másodperc, mondjuk. Mert minthogyha ott lett volna egy tildott szó. Igen, hát ott a se nem, ugye? Azt mondod, hogy se nem tudok, se nem... Igen, tehát, és ez így ebben a formában így nekem külön... Sem. Hát a se nem az nem összevonva van. Aha. Se nem. Se nem. Az külön van. Ajaj. Igen. Hallgass, Zoli, hallgass. Ez a Janinak szól, figyelj. Hey! Zoli! Hát szomorúságom határtalan. Igen, olyan biztosan kézzel indítottad ezt a dolgot, meg olyan jónak tűnt. Igen, valahogy egy picit aztán, hogy belemerült. Igen, nem is olyan könnyű, mint ahogy az ember azt gondolja. Nincs is ennél szebb, amikor egy játékos ennyire arcoskodik, aztán kikap. Ajaj. Nem, egyébként tényleg, ugye hallgatni könnyű, de amikor az ember adásban van, akkor azért ez egy picit mindig nehezebb. Így van, így van. Ember majd legközelebb. Persze, megpróbáltad, játszottál, tök. Így van. Ezzel baj. Zoli, köszi. Urak, legjobbakat. Köszi, ciao. Szia. Hello. Hát, mész te egyedül a saját lábadon, látod? Ennyi, hát fölálltál, elindultál, száguldasz, hát most már megsájtbéntek így. És látjátok már a véreimet is mészárolom, metáltesom Zoli, és mégis.
Ne, nekem ne puncsoljál senki, azért, mert a vér és a keménység hozzátartozik a műfajhoz. Egy ilyen közhelyes dumával, hogy jaj, Jani, én is szeretem a metázenét, nehogy megzabáljanak, és hagyd őket nyerni. Tehát ez azért ennél több kell, hogy legyen benne. Így, ahogy most csináltad, nagyon helyes. És most szépen bánatába felteszi a Neotontól a Santa Máriát, mert valójában. Ennyi. Gyereke, 2-0. Így van. Nagyon szép volt János ez a hét. Eddig, majd holnap meglátjuk. Maradj tréningbe. Hogy fogsz játszani te? Maradj tréningbe, ne rontsd el most már. Told végig. Jó, maradok tréningbe. Én ez szürke. Tréning felső van rajta, igen. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra, 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-ason, Nyíregyháza felé esik az eső, köd is van. Kedves ködlámpa használók, nem kötelező kiégetni a mögöttes forgalom szemét. Üzeni Peti. Hát a köd is van, akkor viszont nem baj, hogy használják. Ja, de csak addig használtad, amíg útól nem éred. Tehát a ködlámpa használata abban a pillanatban nem megengedett, ahogy te olyan távolságban vagy az előtted haladó autótól, hogy már a kettőtök között nincs köd. Akkor nincs köd, igen. Hát most érted. Na jó, csak itt azt jelenti, hogy esik az eső, köd van. Aha. Kedves ködlámpa használók, nem kötelező kiégetni a mögöttes haladók szemét. Tehát ha ő is leírja, hogy köd van, akkor, jó, akkor jó. Most te utolérted, most ő a mögöttes haladó, aki írt nekünk, ugye, és előtte levő autónak a hátsó ködlámpája megy. Igen. Azt is addig illik használni, amíg rád nem jön valaki. Tehát amikor már ilyen 5-10 méterre követ téged, akkor illik lekapcsolni. A ködben is? Ködben nem? Is, de hát 10 méterben azért látszik a hátsó lámpád. Nem a ködlámpa, hanem a normál helyzetjelző. Szerintem ez nem így van. Igen, lehet, hadd szóljon. Hát, ha nagy ködben mész, akkor neked nem kell azt figyelned, hogy ki jön mögötted, akkor folyamatosan éghet a ködlámpád. Nem kell neked kibekapcsolni a ködlámpát, ha indokolt a dolog. Tehát ez nem olyan, hogy köd van, de beérnek mögéd, akkor kikapcsolod, elmegy megint visszakapcsolod, akkor te ködlámpával mész. És abban a pillanatban, hogy felszáll a köd, akkor te kikapcsolod a ködlámpát. Aha. De neked nagy tartós ködben nem kell kibekapcsolni a ködlámpát, aha, azért, mert valaki beér mögéd. Ilyen nincs a kreszben. Olyan van, hogy indokolt esetben használtad, illetve elvileg büntethető, ha te mondjuk nem ködben beülsz a kocsiba, megnyomsz minden, mert azt tett, hogy űrhajóban vagy, és használod a ködlámpát. De már ködben nem kell kibekapcsolni. Aha. Ha miért? Hát akkor azért használod, mert ott köd van. Hát de miután már utolértek, és ott van. Na jó, de utolér az valószínű, igen, az vagy leelőz, igen, vagy igen, hát... Uh-huh. Ha most mondjuk egy autópályán mentek, és ő folyamatosan jön mögötted, és egy óráig még mentek egymás mögött 30 méterre, akkor persze kikapcsolhatod. De ő a hülye. De figyelned neked, azt nagyon nem kell. Itt szerintem inkább azzal van a baj, hogy rengetegen úgy használják, hogy esik az eső, és benyomja a ködlámpát. Uh-huh. Na, hát azt meg miért? Hát dehogy beléd jöjjenek. A ködlámpa visszaveri az autót. Tehát azt tényleg büntetni kellene. Büntettek már meg valaha valakit jogosulatlan ködlámpa használat miatt? Szerintem legalább annyira veszélyes, mint egy jobbra kanyarodó sávon mondjuk pirosba befordulni. Hát ez konkrétan szembakító, nem? Senki. Biztos, hogy maxolnak. Ugye maxolnak, de nem nagyon. Pedig kéne. Szerintem nagyon sokan használják rosszul. Írja meg valaki, hogy miért nem lehet kijutni halásztelekről. Köszi, Marcsi. Ilyen SMS-t még nem látok, de a Marcsi, ahogy megvan és valaki megírja, akkor mondom neked azonnal. Jó, hogy mi a helyzet? Most álltok be Trafizi Nyíregyháza felé a 200-as kilométernél az M3-ason. És várjál, azt mondja, hogy mit kérdeztek az előbb? Honnan nem lehet kijutni? Halásztelek. A halásztel ki Rákóczi úton két baleset miatt állt be a forgalom. Már meg is vagyunk. Ficánka küldte ezt nekünk. Ez ebben a pillanatban jött. Az M3-ason Pest felé is köd van, nem csak Nyíregyháza felé, írja Zoli. Köszönjük szépen. Valamint az M7-es 142-es kilométerénél ebben a pillanatban fotózni készülnek, és Sopronnál legalább 15 kilométeres a dugó, útfelmarások miatt üzeni Barbara. Köszönjük szépen. Tehát a Halásztelki úton, a Rákóczi úton, Halásztelkén kifelé két baleset is van. Ez a pontos válasz. Na... Mondani akartál valamit, János? Szeretnék. Na? Csak közül figyelmezéseket. Okay. Mond. Volt nekünk egy fotópályázatunk a honlapunkon, erről is nagyon sokat hallhattatok tőlünk is, meg hogyha voltatok fent a honlapon, akkor láthattátok, és így ébredtek ti, ez volt a címe, és vártunk egy csomó olyan fotót, ami az első pillanataitokban ábrázol benneteket, meg a szereteiteket, amikor éppen megriadtok reggel, mert hogy meneteket dolgozni, vagy ki kell menetek blúzani, bármi milyen dologból kifolyólag. Mi eredményt hirdettünk a honlapon,
az elmúlt napokban. Meg lehet nézni a győzteseknek fotóját, az első három helyezett fotót. Az első helyezett ugye egy nettó 50 ezer forint értékű készpénzt kapott, illetve nem egyet, attól függ, hogy hány, milyen címletekbe adjuk oda. Aztán ajándékcsomagot, meg még egy ajándékcsomagot, meg kisebb ajándékcsomagot, bla, szerintem 5 forintosba adjuk. Jó, van, legyen így. Igen. Hát az nagy. Sok. Úgyhogy, és lesz még egy külön díjasunk is. 11-10-ig éjfélig. Választunk egy külön díjast is. Nagyon jó. A külön ajándékért, ugye? Hát gondolom, persze. Attól külön díja. Nem, a úgyhogy díj az külön. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszhatatok velünk. Igen. Lesz még ilyen fotópályázat, azt elmondhatjuk, különböző témaköröket fogunk majd feldobni a kis honlapunkra, és akkor oda lehet föltölteni a képeket. És Jani állja mindig az 50-et. Igen, és a webmesterünk majd biztos szól is erről. Valamit érzek a hangodban. Na, hogy van ez a alkohol vagy borlopás? Erről kicsit beszélj már, mert szerintem ez nagyon megosztja a hallgatókat, meg a közvéleményt, ugye, hogy folyamatosan lopnak tőled. Ugye? Most arról az emberről beszélek, aki mit tett a borban? Fagyállót. Hogy ugye ott az történt, hogy folyamatosan lopták tőle a bort. Nem? Így van. Egy Váczenszel Lászlói gazda volt, aki gyakorlatilag újra és újra áldozatul esett ezeken a környékben. 60 liternél tartottak, ha jól tudom én az adatot. Tehát 60 litert loptak el tőle. Uh-huh. Így van, nehéz munkával megtermelt, a saját szőlő, mindent csinált, és ott volt a kis barocska, és erre jártak rá azok, akik most rosszul jártak. Egy nagyon jó, rosszul járt. Egy többi nagyon, igen. Mit akart elérni ezzel, hogy fagyállót tett bele? Hát, büntetni akart. Büntetni akart? Büntetni akart, de nyilván nem ergyasztani már, mert hogy az ez szerintem így. Ugye azt mondta, hogy az rendőrségen ő nagyon sok feljelentést tett, de hogy nem jártak eredménnyel, nem tudták elkapni a tolvajokat, és ezért saját kezébe vette az igazságszolgáltatást. És fagyállót tett bele. Ideges leszel egy idő után nyilván, tehát főleg, ha igaz a hír azon része, hogy ő nagyon sok feljelentést tett. Ugye én ezekben az esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy nincs nagyon jogod ilyenfajta revansot venni ezekért a dolgokért, mert nem összemérhető a borlopás az ember élet kioltásával. De ha mondjuk ez a gazda 15-ször volt a rendőrségen, 15-ször elmondta, hogy gyerekek, elviszik a bort, és most mindegy, hogy mit visznek el, hogy a bort, az uborkát, a krumplit, a festményt a falról. A tiedet. Igen, a te borodat viszik el, akkor szerintem jogos az idegessége, és úgy, hogy a rendőrség meg tehetetlen volt az ügyben, mert ugye nekik viszont vagy rajta kell kapni az elkövetőt, vagy olyan nyomokkal kell rendelkezni, ami alapján ezt ki lehet deríteni. Tehát ideig a felháborodást én meg is értem, az eszköz az megint durva volt, amit választott ez az ember. Mert ezt nem lehet kiszámolni, hogy te mennyit, tehát ahhoz szerintem vegyészmérnöknek kell lenni, hogy azt mondom, hogy 60 liter borba, 1 liter. Ilyen nincs, hogy ez nem ez a lényeg, ugye, hogy nem lehet kiszámolni, nem keversz a borodba fagyállót. Tehát, hogy ez elég nehéz megmagyarázni, hogy milyen okból teszel ilyesmit, ezt nem lehet megmagyarázni. Tehát jog szerint ezeket a veszélyes, az emberi élet kioltás és alkalmas a folyadékokat, vegyenjogokat is a jog szerint külön kell tárolnod, felcímkézni, még otthon is. Persze nyilván ezt ő teljesen direkt tette belé. Én nem erről beszélek, szerintem azért egy kicsit ennél ez árnyaltabb ez a dolog, mielőtt mindenki azt mondja, hogy na most vesszen az öreg embertől, és ilyet nem lehet tenni. Véletlenül se ezt mondtunk, mondjuk. Nem, hát vesszen az öreg, csak hát nem ez az útja módja annak, hogy megbüntesél tolvajokat. De mit csinálsz? Tehát milyen eszköz van a kezedben akkor, ha tőled folyamatosan lopnak, komoly anyagi károkat okoznak neked, te azzal dolgoztál, én most nem akarok sehova állni, és az, hogy én kérdéseket teszek föl, az soha nem az én állásfoglalásomat jelenti. Egyszerűen csak érdekel a véleményetek morális szempontból, hogy folyamatosan lopnak tőled, bejárkálnak, meglopnak, idegenek vannak a házadban, kiröhögnek, te azzal dolgoztál, neked az pénzbe kerül, anyagilag ráfordítottál egy csomó dolgot. Valamitől elvetted a pénzt, és valamiből beletetted, hogy mondjuk megélhetésed legyen, bor termeltél, bármi. De nézzük meg, hogy az ember ezt a sajátjára fordítja úgy, hogy neked valami fontos a te lakásodban, a te otthonodban, bejárnak, és folyamatosan ellopják tőlőd. Minden nap, 3 naponta veszel egy bringát magadnak, nem tudom, levágod a füvet, vagy elviszik a fűnyíródat 5-ször. Hogy mit tudsz csinálni? Én nem azt mondom, hogy ez megoldás. Csak kérdezem, hogy ha te sokszor szólsz a rendőrségen, és nem segítenek, nem kapják el őket, és folyamatosan lopnak, akkor milyen eszköz van a kezedben? Semmilyen. Na ez az,
hogy ő nem biztos, hogy ölni akart, és mondom, nem védem, én csak kérdezek, mert ez a dolgom. Azt akart, hogy kicsit legyenek rosszul, mondjuk, és ne lopjanak tőle több bort, mert az az övé, azért ő dolgozott meg. Egyértelműen azt lehet mondani, hogy a bácsi hibázott? Igen. Igen? Szerintem igen. Azért a kettő között, hogy szólok a rendőrségnek, meg mondjuk beleteszem ezt a vackot a boromba, még van néhány állomás. Tehát lehet, hogy lehetett volna rácsot felszereltetni a pince ajtóra, amit nyilván persze tudom, azt is átvágják. És ráadásul lehet, hogy ezeket a dolgokat ő meg is lépte korábban. Lehet, nem tudjuk, ugye nem ismerünk minden részletet ebben a dologban, csak tehát, hogy nem mérhető a bor, 60 liter bor egy ember életével, még akkor se, ha tudjuk, hogy egy rablóról van szó. Én értem, én abszolút értem. Persze, én sem hiszem, hogy ezt megtenném. Csak ezek az emberek nem haltak volna meg, ha nem loptak volna. Ez így igaz. Nem? Igen, csak a büntetés tétele az, az érted, az egy ember élete. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez egy bűnöző, de hát attól függetlenül, tehát még egyszer mondom, a 60 liter bort nem tudom mérni egy ember életével. És a másik oldallal is egyet tudok érteni, hogy amikor már 15-ször voltál rendőrségen, lehet, hogy lezártál már mindent, föltettél olyan lakatot, amire azt hitted, hogy soha nem fogják kinyitni, és mégis ellopták. Nyilván ideges vagy, nem? Persze, hát biztos, hogy végső elkeseredésében nyúlt ez az eszközhez az ember. Tehát a tolvajok nyilván rájártak ott a dolgra. Egyébként tényleg, hogyha az ember most így belegondol, rohadjanak meg, hogy a magántulajdon semmilyen szinten nem szent nekik, és hogy ennek a szerencsétlenek gyakorlatilag az egész éve benne volt abban a szőlőben, és valószínűleg évek óta ez mehetett, de mindenképpen túlreagálta ezt a dolgot, és olyan eszközhöz nyúlt, amihez nem szabadott volna nyúlnia, és hát nem szabad elfelejteni például azt sem, hogy ezek az emberek amúgy köztudomású volt róluk, hogy ebből élnek részben, tehát hogy a lopott dolgokat eladják. Na most mi lett volna akkor, hogyha ezt a befagyalozott bort, ezt nem megisszák, hanem eladják valakinek, akinek az egészhez egyébként semmi köze nincsen, és ő hal meg. Hát igen, akkor nyilván, aki most halott, az megint előállítható valami miatt, a emberölés miatt. Igen. Emlékeztek arra az áramot vezetett a kerítés? Igen, igen. Ugye? Ő első fokon ugye felfüggesztett fegyházat kapott, aztán megrovásban részesítették. Aha. Tulajdonképpen, tehát enyhítették az ítéletét. Ugye ott uborkát akartak tőle lopni, és nem tudták, hogy a kert az árammal védett, és átugrottak a kerítésen, ketten áramit és szenvedtek, a harmadik társuk pedig segítségért rohant, és a legidősebb, aki átugrott a kerítésen, egy 48 éves férfi, az bele is halt. Aha. Ő azt mondta, hogy ő tulajdonképpen megvédte, ami a sajátja. Ott az is egy érdekes eset, de szóljatok, ha rosszul emlékszem, ott az volt, hogy nem a külső kerítésbe vezetett áramot a bácsi, ami mondjuk utcafrontos, hanem volt egy B-kerítés, egy ilyen villanypásztor, csak ő elfelejtett, hogy a villanypásztor ma nem a sima 220-at dugjuk be, hanem igen, azért csak az a baj, hogy a jog szerint a magántulajdont csak emberi élet kioltására nem alkalmas dolgokkal védheted meg. Tehát olyasmivel nem védheted a magántulajdont, ami alkalmas arra, hogy egy másik embernek az életét elvegye. Ő nem is a külső kerítésbe vezetett áramot, amit te mondasz, mert így van, hanem ő a belső kerítésbe. Na most akkor miről beszélünk? Tehát ő már ezt telken belül megcsinálta. Hát nem? Erről annak idején beszéltünk, és itt a Jánosnak megint igaza van, hogy a jogszabályi előírás az, hogy akkor se teheted meg, mert mi van, ha átmászik, érted, egy gyerek, aki egyébként egy almát akar ellopni, mert éhes, és akkor őt üti meg az áram, tehát akkor sem használhatsz olyat, ami belehalhat az, aki behatol a területedre. Igen, de ott sem azért valljuk őszinte, ott sem egy ilyen romantikus sztoriról volt szó. Nem. És a jóra való, de egyébként kicsit azért mégiscsak vásod gyerekek bemásztak, és leszettek egy almát, hanem rendszeresen. Na értem, csak ha mondjuk ott az volt az a indok, hogy a kerítésen belül volt egy másik. Nem. A jóra való, de egyébként kicsit azért mégiscsak vásod gyerekek bemásztak, és leszettek egy almát, hanem rendszeresen. Na értem, csak ha mondjuk ott az volt az a indok, hogy a kerítésen belül volt egy másik kerítés. Tehát te már magántulajdon sértettél, bementél a külső kerítésben, nem volt áram. Aha. A belső kerítésben már igen. Ugye most itt ő megszegte azt, hogy a fagyálót hol lehet tartani, milyen körülmények között.
meg nem egyszerűen tárolta, ő belekeverte a borba, azt meg azért elég nehéz megmagyarázni. Igen, ezt nem tudom. Nem találkoztam még olyan borásszal, aki azt mondaná, hogy a bornak jót tesz a fagyálló, szóval az egy csapda volt. Mert az első védekezése az volt a gazdának, hogy ő csak tárolta a fagyállót egy boros hordóba. De aztán ugye az volt, hogy vettek ebből mintát, és kiderült, hogy az borral egyetemben van ott tárolva, ami hát se a fagyállónak, se a bornak nem tesz jót. De én ugyanakkor azt gondolom, hogyha ennek, tehát hogyha tágítanák a védekezési lehetőséget, én azt hiszem, hogy kevesebben lopnának. Lehet, hogy durva, és ezzel sok ember nem ért egyet, de én a kerítésemen belül, a kertemen belül ások egy gödröt, és abba a gödörbe én karókat teszek. Miért nem tehetem meg? Miért nem tehetem meg, hogy én megvédjem azt, amiért én egyébként megdolgoztam? És a 10-ből 8 kerítés mögött tudják, hogy nagy, mély gödörve a hosszú éles karókkal, akkor vagy nem fognak beugrálni. De aki nem tudja, és beugrik, és meghal. De mit csinál az én kertemen belül, Feri? Ebben igazad van, hogy én azt mondom, akkor oké, én azt mondom, hogy én nem szeretném megvédeni a családomat, szeretném megvédeni a gyerekemet, szeretném megvédeni az életüket, szeretném megvédeni azt, amiért én megdolgoztam, és én a kerítésemen belül állok ások egy Marianna árkot. Aha. Nem csak semmit, csak ások. És ahogy átmászik a kerítésen, puff, már zuhan is bele. Aha. A kerítésemen belül szeretem a mélységet. Ástam oda. Jó, 11 kilométer. Ástam oda egy 6 kilométer mély árkot. Érted, hogy mit mondok? Nem kell bemászni kerítésen belül, és akkor nem fogsz beesni a Balázs által okozott, vagy ásott, nagyon mély, már szinte a magmáig leásott, nagyon forró, mély gödörbe. Beesem én a te gödrödbe, ha én nem mászom a te telkedembe? Nem esem. Nem. A nagyszámok törvény alapján én most csak hangosan gondolkozom. Nem elítélem azt, hogy valaki embertől, elítélem azt, hogy a valaki tudatosan a másik életére tör. De sokkal elfogadóbb vagyok akkor, amikor azt mondom, hogyha valaki a sajátját védi meg, és hosszú időn keresztül alázzák meg, másznak be a magánszférájába, lopnak tőle, köpik szemen azért, hogy ő ezért megdolgozott, és ebbe pénzt tett, és a megélhetését veszélyeztetik, akkor igenis legyenek eszközök, amivel te azt meg tudod védeni. Nem? Hát igen, de... Na azért most kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok erre. Azért van a rendőr álljon. De a rendőr nem csinált semmit, a rendőr nem tudta őket elkapni. Igen, de az ő dolga. Tehát, hogy ne tényleg ne ennek a szegény embernek legyen már a feladata az, hogy megvédje magántulajdonát nem egyszer, kétszer, ötször, tízszer, hanem évente nem tudom hányszor, hanem a rendőr igenis intézkedjen, főleg akkor, amikor köztudott ezekről az emberekről, hogy ebből élnek. Szinte mindenki tudta egyébként a településen, hogy ők voltak, ők lehettek, igen, ők azok, akik egyébként rájárnak a pincesorra, és blablabla, bla, bla, akkor menjenek ki a rendőrök hozzájuk, és de amikor tizedszerre loptak, meg legyetek őszinték, tizedszerre mennének be hozzátok, és tizedszerre lopnák el úgy a fűnyírótokat, vagy bármit, ami nektek fontos, úgy, hogy már konkrétan az anyagi romlás szélébe taszítanátok ezzel benneteket, és mondjuk már ott van, hogy nem tudnátok újra megvenni. És sírógörcsöt kapnátok, hogy megint elloptak egy olyan dolgot az életetekből, ami nektek baromi fontos, és amiért megdolgoztatok, és amiért hosszú órákat szenvedtetek és dolgoztatok, és tizedszerre valaki a pofádba röhög és ellopja. 11-szerre, ha csinálsz valamit, nem azt mondom, hogy áramot vezet a 11. fűnyírodba, de hogy miért nem kapnak az emberek arra lehetőséget, hogy ezzel kicsit jobban megvédjék magukat? Hát pont ezért, mert ilyenfajta dolgokat használnának az emberek. Áram 220 a kerítésbe, és fagyálló a borba. Mert érted, nincs... Ez valóban nem megoldás. A megoldás nem akarok az ilyen a menni. A megoldás az a hatékony rendőrség, de ami most ugye ebben az esetben nem működött jól, mert hogy többször jelezte már a gazda, hogy lopják a bort, nem sikerült elkapni, ha ezt az első jelzés után elkapják ezeket az embereket és leültetik, az az egyetlen hatékony módszer és legális módszer. Ez is hatékony volt, csak ebben meghalt egy ember, még akkor is, mondom még egyszer, okay. Ha ő egy bűnöző. Kérdezek tök mást. Mondjuk, tudom, hogy az én autómat ellopták kétszer, vagy a tiéteket. Inkább a tiédet. Igen. Jó. Háromszor elloptak tőletek egy autót, és mondjuk negyedszer is készülnek ellopni tőletek egy autót, és tesztek valamit az autóba. Bármit. Egy szendvicset, egy pohár üdítőt, egy két deci, nem tudom, vízkőoldót, domestos, bármit. Mert tudod, hogy újra ellopja, esetleg megissza, megeszi. Az is bűn. Tehát akkor is neked azt kell szem előtt tartani, hogy egyébként kétszer elloptam mondjuk ugyanaz az ember az autódat, de te harmadszorra is mondjuk
harmadszor is mondjuk ezt végig kell, hogy nézd. Mert nem legális. Volt ilyen eset egyébként, aha, kétszer ellopták az autóját, és harmadszorra tett bele valamit, és aztán azt mondta, hogy a rokonoktól kapta, mérgezett alkoholt tett a kocsiba. Aha. Kétszer ellopták a kocsiját egyébként. A tolvaj hülye megitta. Aha, vagy benne felejtettem a viperámat. Ja Istenem, már hogy a kígyót. Szóval én nem értek egyet a fegyvertartása, és az Amerikában van, az nem jó, hogy mindenkinek fegyvere van. De azért ott úgy mész el betörni, hogy ott számolsz azzal, hogy azért ott nagyon gyorsan előkerül egy mordá, és nagyon gyorsan segbe lőnek. És kevesebb betörés van? Ezt érdemes lenne megnézni. Nincs. Érdemes lenni. Ott ugye alkotmányos jog az, hogy neked fegyvered lehessen, baromi könnyű fegyverhez jutni. Szerintem nincs kevesebb betörés, sőt, még azt is... Nem mész kevésbé betörni, ha tudod, hogy ott valaki egy baromi nagy mordájjal fogad meg, mert megvédi a saját magántulajdonát? Nem, jobban rákészülsz, de szerintem nem, nincs kevesebb bűncselekmény, plusz még azt is hozza, amiről ugye naponta hallunk, hogy apu pisztolyát a egyetemista gyerek elkérte kölcsönbe, de úgy, hogy erről ő nem szólt, ez közben lemészárolt egy fél osztály. Oké, kérdezek megint mást. Hozzám sokszor betörnek. Benyomják az ajtót, mert nem jó, nincs pénzem jó nyilázáratot, mert nincs jövőn. Főrakok egy 5 literes befőttes üveget ajtótól 2 méterre még fölfele, magas a belmagasság. Egy olyan partvis rakok alá, amit ha kinyílik az ajtó, kiüti a partvist, ráesik az üveg. Tessék. Alszik bent 2 gyerek a házban. Aha. A lakásban 3. 5-ször betörtek. Egy olyan környéken lakom, ahol nincs közbiztonság, ahol nem véd meg a rendőrség, tanyavilágban élek, nem tudom, nagyon sokan jönnek betörni, veszélyben érzem magam. Főrakok egy befőttes üveget, ami egyébként azzal a céllal van ott, hogyha összetörik, akkor jelezzen nekem, hogy valaki bejött a lakásba. Az a befőttes üveg mondjuk valakit adjon, mert nem tehetek föl befőttes üveget? De, föltehet. Nem tehetek föl egy teli 5 literes befőttes üveget, hogy egy jelzést kapjak egyébként, hogy vagy mondjuk üreset, mert mondjuk is rosszul esik agyonbe. Na, szerintem bűnös vagyok? Föltehetsz, igen, mert meghalt egy ember. Ez, hogy van ennek azért a tettem föl, mert valaki 15-ször tör be hozzám, és veszélyeztetik az életemet, és nem véd meg a rendőrség. Uh-huh. Bűnös vagyok? Bűnös lesz. Hát a jog szerint igen. 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 Morális szempontból? Embertölött? Vagy csak megvédem, ami az enyém? Hát morális, tehát, hogy ha morális szempontból nézzük a dolgot, akkor meg persze, meg lehet érteni azt, amit tettél. Meg ráadásul nem is számolhatnál. Mert a magántulajdonodat véded meg, és nem először, mert voltak előzményei a dolognak. Meghal egy ember. Csak a jog nem a te pártadon áll. Morális szempontból. Aha. Akkor mi a különbség a befőttes üveg és a boros? És a... Semmi az égen. Semmi, mert ha ember életkioltása alkalmas, akkor tökéletesen mindegy, hogy ez most egy 5 literes befőttes üveg, vagy pedig a borodba kevert vagy. Tehát akkor morális szempontból megértjük ezt a bácsit? Nem. De a befőttes üveget, azt igen? Én téged se értelek meg, azt mondom, a befőttes üvegeddel, azt mondom, hogy morális, valami morális alapod lehet rá, de nem jó a megoldás, pont emiatt, mert hogy nem ugyanazt adod vissza, amit te kaptál, tehát nem törtél be viszont, és nem loptad vissza a fűnyíródat, hanem megöltél egy embert, még ha a megöltél egy embert nem is jó, mert ugye azt mondjuk egy késsel, ha leszúrod azt, tehát ez, hogy van ez, van ennek jogi megfogalmazása, hogy nem előre megfontolsz a vétlen emberölés, ezért fognak lecsukni. Uh-huh. Gyönyörűen fogsz ülni a böriben. De mondjuk azt látok, hogy jégoldó a borban nem, de üveggel a partvisra, igen? De, szerintem ugyanaz a kategória. A kettő. Ha emberi életkioltásra igen. alkalmas, igen. akkor ugyanaz a kategória. Morálisan nem, tehát egyet tudunk veled érteni abban, hogy igen, tenni kell valamit, csak nem volt jó a módszer, és ugyanúgy nem jó a befőttes üvegmódszer se. Egészen addig marha jó lesz, amíg ez elriasztja a tolvajt, ott nem lesz jó, ha meg fog ölni valakit. És ha van egy kutyám, ami mondjuk átharapja a torkát, és azt a kutyát én szabadon tartom, és a kutya elharapja a torkát, akkor megint én leszek a hibás, mert egyébként volt egy kutyám, aki a kertben megvédett, aha. és elharapta a torkát. És én mondjuk kiképeztem azt a kutyát, vagy tudtam, hogy ez egy ilyen kutya? Elharapja a torkát. Na, aha. akkor mi van? Akkor is majd előállítanak engem, mert a kutyám egyébként igen. megvédte az ingatlan, meg az ingóságokat, és a kertben volt, és bejött, és elharapta a torkát. Na? Ez érdekesebb. Akkor mi van? Mondjuk egy direkt erre, tehát ilyen őrzésvédésre betanított ebbe, azt nem tudom, hogy egy jó betanított ebbe azt csinál-e ilyet, de valami. Elviszem valahova, és kiképzem, van egy jó német igen. juhászom, egy Doberman, aha. Rottweiler, nem akarom a sztereotípiákat mondani, ezek egy tök barátságos kutyák, meg bulterje, az is tök cuki gyerekek aha. mellett is lehet tartani, tehát ezek ilyen buta közhelyek, de van egy olyan kutyám, kiképzem. Valahogy csendbe elviszem kiképezni, nem kell az senkinek tudni, nincs róla papír, bejön, átharapja a torkát, akkor mi van? És én erre képeztem ki. Akkor is majd előállítanak? Nyilván nem tudják bizonyítani.
Nem? Hát, nem tudom, vegyék Commodore-t, abban csak elesik, és ráfekszik a kutya. Hát, jó, hát Commodore-ban most... Igen, mostában Commodore-ban sokan esnek el. Tehát kicsit divat lett Commodore-ban elesni. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes egyébként. Hogy hol vagy hibás, meddig vagy hibás, mikortól védheted meg, 5-10-szer kirabolnak, 11-szer végső elkeseredésedben csinálsz valamit, és nem akarsz embert ölni, csak azt akarod, hogy rosszul legyenek, és ne jöjjenek többet, nem gondolnám, hogy embert akarsz. Nem azt csinálod, amit itt nagyon sokan írnak egyébként, de tényleg, hogy mi nem kevertél bele hashajtót abba a borba, mi nem tetted tönkre a bort? Nem tudom, ez a hashajtó nekem ez egy aranyos dolog, de egy mókás tinédzseri kis gimnazista. De ha ihatatlan, ha eladhatatlan, akkor már értelmetlené teszi az egészet, de azért itt ember életről van szó. Jó, én mindig azt mondom, hogy csak érdemes egy ügyet megvizsgálni, kicsit beleképzelni magunkat az adott helyzetbe, és megnézni morális szempontból, hogy egyébként mit érez egy ilyen ember, aki 15-ször lopnak, megtörnek be, ha egyszer betörnek a lakásodba, már nem akarsz ott lakni, mert úgy érzed, hogy megaláztak, hogy a személyes dolgait között voltak, hogy valaki oda bement, hogy ott volt, hogy megfogta. Állítólag szörnyű. Tehát, hogy az a tényleg szörnyű. Tízedszere jönnek be, szóval, jó, hogy... Azt mondtad, hogy vizsgáljuk meg több szempontból, több igen, oldalról. Én ezeket mindig csak csavarjuk kérdezek. Meg. Csavarjuk meg, leesett az üveg, és megöltél egy ember. Igen. Na, milyen az életed utána? Nem tudom, Feri, hogy az, aki egyébként éjszaka kettőkor bejött úgy, hogy a gyerekem ott alszik az ágyba, a feleségem ott alszik mellette, mindketten egyébként kapnak félig egy ideg összeomlást, mert a 4 éves gyerek fölfogja, a felesége többet abban a lakásban nem tud lakni, szorong éjszaka nyugtatókat szed, mert áttörték az ajtót. Azzal a célal, hogy egyébként két maszkos ember letéldeltessen téged a nappalit közepére, és addig verjen, amíg nem mondod meg, hogy hol van a készpénz a lakásban. Nem tudom, hogy utána olyan nagyon-nagyon moralizálná ezen az ember például. És ha mondjuk bejött valaki, mérgezett bort a szomszédodnak adják el, ebből az egészből igazából nem tud semmit, hogy erről az egészről nem tud semmit, és ő hal meg. Az már egy más kérdés. Az már egy más kérdés. Én most egyelőre a befőttes üvegnél vagyok, amikor a saját magamat védem. Én nem akarok mást megölni. Nem tudom. Mi bejön egy tolva, és azt lelövöd, akkor utána szörnyű életed van? Nem tudom. Nem tudom. Hogy lopni jött. Azért jó, jött, hogy tőled igen, lopjon. Meg a gyerekek, meg a feleség. És ott alszik a gyereked, ott alszik a feleséged. Nem akarsz embert ölni. Te egy jó ember vagy, tisztességes ember vagy, dolgozol, nem ártasz senkinek. De szeretnéd megvédeni azt, ami a tiéd. És te mondjuk őt lelövöd. Valóban nincs rá engedélyed, valóban megbüntetnek. Csak azt kérdezem, hogy morális szempontból egyértelműen elítélhető-e egy ilyen ember? Hogy sokkal árnyaltabb az ügy, mint amit az ember miért keverte bele, menjen börtönbe megérdemli. De ha ezeken a kérdéseken végigmegyünk, akkor szerintem egyből izgalmasabb a dolog, és azt gondolod, hogy hozzád jönnek be, és te fekszel ott, vagy te ülsz ott. Már nem ilyen egyértelmű, nem? Hát nem. Igen, csak a jog meg nem így. Persze, a jog meg máshogy ítélkezik. Igen. Érdekelni. Igen. Valahol igazad van, és lehet, hogyha mi lennénk benne, akkor mi is megtennénk. Valószínű nem, bort nem, hát, nem keverni, nem, én sem kevernék bele. Mondom, nem, én a de a part is a befőttes üveggel. Tehát én a Balázs sztoriával mentem most, hogy már betörtek, és akkor ott megvéded a családodat. Fölrakod a part is a befőttes üveget, nyílik az ajtó, part is eldő, befőttes üveg leesik. 5 liter a fejedre szakad. Na? Ugye? Hogy azért itt ez egy érdekes dolga. Rengeteg SMS jött, mindjárt szemezgetünk ezekből is. 7:30, úgy pontosan 5 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7:48, 3 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk. Ugye arról az idősebb úriemberről beszélgettünk, aki hát fagyálót kevert a borába, sokszor meglopták, és most is loptak tőle. A fagyálótól valaki meghalt, többen kórházba kerültek. És elsőre az ember azt mondaná, hogy hát ilyet tenni micsoda dolog, aztán amikor ugye kicsit jobban beleképzeled magad az ő helyzetébe, és elképzeled azt, hogy milyen, amikor 10-szerre betörnek hozzád, akkor mit tehetsz, mit nem tehetsz, milyen lehetőséged van, milyen lehetőséged nincs. Ugye itt a jogos védelemről is beszélgettünk, de hát ez nem merítik ezt a fogalmat, sokan írták, hogy igaza van jogos védelem, a jogos védelem az nem ez. Tehát, hogy az nem teljesen ugyanez, megvéteted, ha rátörnek az adott pillanatban, ugyanolyan eszközökkel, ugyanott. De előre eltervelte nyilván ezt a dolgot, nem teheted meg, ugyanakkor számos kérdés rávilágít arra, hogy az ember ilyenkor mit tud tenni, illetve egy ilyen esetben, amikor mondjuk ez a bácsi börtönbe kerül, akkor elgondolkozunk azon, hogy jó-e az, hogy a jog sokszor talán kicsit inkább azt védi, aki betör, és nem azt, aki pedig megvédi a saját magántulajdonát házon belül. Ugye? Itt erről van szó, hogy házon belül, a 10. betörés után. Nem mondom, hogy fagyálót keverni borba nem elítélendő és etikus, csak
érdekes morális kérdéseket vet föl az ilyen. Vagy az, hogy tényleg te gödröt ásol a saját kertedbe, amiben karót teszel, vagy üveggolyókat szórsz szét a bejárati ajtódnál, és abba bejön a rabló, és elesik, és te ezt miért nem teheted meg? Hát, azt szerintem az egy jó módszer, ha gondolkodsz ilyennel, azzal nem lehet mit csinálni, többen írják a kutyás sztoridra például, hogy akkor ki kell tenni a kapura egy táblát, hogy ő veszélyes kutya, vagy vigyázz a kutya harap, akkor már védted magad. Na most, ha a gyerek üveggolyóit szétszorod, és fölteszel az ajtóra egy táblát, hogy vigyázz üveggolyó veszély, nyilván nem teszel föl, tehát az például védhető, és félre ne értsetek bennünket a Jánossal, itt nem arról van szó, hogy mi támogatjuk ezt a történetet. Hanem ezeket a tolvajokat, érted? Tehát, hogy a szemembe, ezek ugyanúgy, ahogy itt bárkinek a szemébe is tudja, mert ezek mocskos bűnözők, akiknek a sitten lenne a helyük, és meg kell tőlük védeni a magántulajdon. Csak az nem mindegy, hogy hogy véded meg a magántulajdont, illetve hogy egyáltalán a te feladatod megvédeni a magántulajdonodat, és nem pedig a rendőrségét. Ez a kérdés. Mert a rendőrség feladata lenne, nem pedig a tied. Igen, és most írhatjátok, hogy de a rendőrség tehetetlen, valóban egy csomó esetben. Meg hogy hol élünk, de akkor is az ő dolguk lenne. De el se tudjuk szerintem képzelni, hogy mi zajlik olyan falvakban, kis településekben, a tananyavilágban, amikor nem arról van szó, hogy fűnyírót lopnak, meg nem arról van szó, hogy bringát lopnak, hanem arról van szó, hogyha tőled ellopják azt az egy csirkét, vagy azt az egy kakast, vagy azt az egy háziállatot, vagy valami, akkor az konkrétan neked már a megélhetésed és az életedet jelenti. Hogy akkor azt milyen eszközzel, hogyan, milyen módon véded meg. Tehát ugye azért mondjuk a fővárosban, nagyobb városokban, kicsit gazdagabb településekben fölraksz egy riasztót, bekötsz egy távfelügyeletet, biztonságba helyezed a családodat. De hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy olyan kisebb, szegényebb falvakban, tanyavilágban, településekben, kisebb helyeken, ahol mondjuk fél óra vagy 20 perc a következő olyan falu, ahonnan neked jön a segítség, és ha tőled ott bármit elvisznek, akkor te mondjuk effektíve éhehalsz, vagy nem tudsz dolgozni, vagy ellopják a bringádat, ami neked mondjuk a munkába járási eszközöd. És a családod megélhetése, mennyivel választasz, vagy választhatsz durvább eszközöket? Nem? Szóval, hogy ilyenkor azért mindig ezt kell mérlegelni, ugye sokkal többről szól. Tőlünk azért valamit ellopnak, itt persze. Nem jó. Most nem hármunkról beszélek, hanem nyilván más eszközeid, más lehetőségeid. El tudom képzelni, mert rokonaim meg ismerőseim laknak ilyen közegben. Persze, tehát, nem hogy, azt mondom, hogy ki vagy tök érzéketlenek, de hogy is. Csak. Tökéletesen megértem ennek az embernek a fájdalmát, meg elkeseredettségét, de akkor is túlreagálta ezt a dolgot. Nem megoldás, nyilván. Igen, nézzünk egy-két SMS-t. Sziasztok, én 5 évvel ezelőtt ököltámadással védtem ki, és engem, mint támadót rabosítottak. Sokszor a jognak köze sincs a valósághoz. Írta ezt nekünk Laci SMS-ben. Aztán egy másik hozzászólás. Az alkotmányban nem szerepel, hogy jogod van lopni, betörni, ölni. Ha valaki hozzám betör, gondolkodás nélkül ölni fogok, mert nem tudom, milyen szándékkal jön be hozzám. Aki lop, betör, vállalja a kockázatot, hogy bármi megtörténhet vele. Írja egy másik hallgató. A területet el kell látni figyelmeztető táblával, befőttes üveggel védett terület. Így egy hallgató, köszönjük szépen. Cserépedény tele fémpénzzel, fülére madzag, a másik vége az ajtókilincse, békés megoldás, tuti felébred az egész család. Hát igen. Vadász vagyok, ha hozzám valaki betörne, szívfájdalom nélkül mellbelőném. Ha úgy érezném, hogy én vagy a családom veszélyben van, és a jog engem védene, nem szívesen tenném, de nem lenne lelkiismeret furdalása, mire Zoli. Ugye, mert pont erre született meg a jogszabály, hogyha te pont ott vagy az eseménynél, tehát betörnek hozzá, és vélelmezhetően a te életedre, a családodére törnek, azt tudod védeni. A jog most ezt engedi meg. De itt nem erről van szó, gyerekek. Tehát, hogy azért ne keverjük össze, ez más, ezt én kitaláltam, hogy ez nem jogos védelem semmiképpen. Puff, a fejedre esik, azt jó. Igen. Miért ér kevesebbet az én életem, biztonságom, mint az engem bármilyen formában támadói? Kérdezi egy hallgató. Tehát sok a morális kérdés tényleg, amit fel lehet tenni. Én megvédtem egy kétgyermekes anyukát a saját lakásában, és én lettem a vádlott. Folyik a perem. Akkor milyen törvények vannak? Kérdezi Robi. Balázsnak van igaza, azért dolgozom valaki, hogy más ellopja. Metszeni, kapálni, miért nem ment? Kérdezi egy hallgató. Aztán van, aki veletek ért egyet. Szerintem az is elég lett volna, ha csak ráírja a hordokra, hogy fagyálót töltött bele. Nyilván utána nem próbálkozott volna senki, megölni valakit nem megoldás. Írja Gabi, és Jutkának is hasonló a véleménye, hogy csak a hordokra kellett volna felírni, hogy fagyáló van benne. Ez a kutyásztori megtörtént a környékünkön, az ebb szétszette a palit, aki átmászott a kerítésen. A betörő családja pert nyert, mert nem volt kiírva, hogy a kutya harap. Jézus.
Még a rendőrök is tajtékoztak hónapokig, írja Krista. Ugye itt jön az a kérdés, amit én kérdezek, hogy én kiírom, vagy nem írom ki, csak van egy kutyám, aki egyébként éjjel kettőkor valakit szétszed. Mi a fenét keresett a kertemben, és utána engem bíróságra citálnak, és egyébként még lehet, hogy le is ültetnek, mert nem tettem ki egy táblát. Tehát te tényleg a jog jelen pillanatban akár ott tarthat, hogy inkább azt hát védi, aki betört, mint aki egyébként békésen, ártatlanul aludt a saját lakásában. Az én kutyám megtette a feladatát. Megvédett. Mert erre lett kiképezve. Ja. Nem tettem ki egy táblát. Mit csinált a kertemben éjjel kettőkor az a két ember, akit egyébként a kutya kétszedett? Jöttek epret szedni? Vagy egy levelet hagyni az ajtómon, hogy kedves Balázs, olvastuk a könyvét, kiválónak tartjuk, további sok sikert a munkásságához. Csak nyilván nem. Húzni az avart, mert látjuk, hogy már régen volt a kertész, igen. Vagy mi? Igen, kedves Balázs, a Feritől kapott lombszívója már nem működik. Engedje meg, hogy Degger egy kis meglepetéssel szolgáljunk, és összeszedjük az avart. Üdvözlettel, nem? Érted? Nyilván nem. És én járjak évekig bíróságra, mert nem tettem ki egy rohadt táblát. Szóval, hogy ugye? Vagy nem teszel ki egy táblát, hogy figyelj, ez a kerítés tetején lévő tüskék hegyesek. Mert hogy egyébként ilyet számtalan helyen lehet látni, érted, fölmászik, nem megcsúszik, érted, átszúrja a torkát, belepusztul. És akkor ki kellene tenni egy táblát, hogy figyelj, bocs, de hegyesek, vigyázzatok vele, megszúrjátok magatokat, nem mászhatok föl. Igen. Nem tudom, hogyha én nem vagyok anarchista, meg ebben nem hiszek, de mondjuk, ha mindenkinél fegyver lenne, akkor érdekes kutatás lenne tényleg, hogy mennyien törnek be, vagy mennyien nem törnek be. Nem? Amiről beszéltünk, mindenhol tudod, hogy egy rohadt nagy két csövű vár rád, és meg is húzhatják a ravaszt, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan átugrálnának a kerítésen. Hát, más kérdés, hogyha Magyarországon mindenki fegyvert kapnak, akkor meg annak más hozadéka lenne. Nyilván tudod, hogy egy rohadt nagy két csövű vár rád, és meg is húzhatják a ravaszt, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan átugrálnának a kerítésen. Hát, más kérdés, hogyha Magyarországon mindenki fegyvert kapnak, akkor meg annak más hozadéka lenne nyilván. Tehát, hogy az se egy jó megoldás. Na jó, az ügy minden esetre érdekes, érdemes belegondolni, hogy ki hogy cselekedne. Megyünk tovább, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szép jó reggelt nektek, sziasztok! Hello, Andi! Sziasztok! Andi, picit lehalkítod a rádiót, vagy arrébb jössz? Arrébb megyek, jó? Meg szólok a többieknek, hogy vegyék le a hangét. Jó. Futok, megvan. Így jó? Uh-huh. Nagyon jó vagy. Többiek, az mit jelent? Többen vagytok most ott? Igen, 4-5-en vagyunk. Na, mekkora munkahely, vagy mit csináltok? Egy könyvelőirodában vagyunk. De hogy lehalkultál picit? Hát mert most messze vettem a rádiától, de mindenki figyel, rá van tapadva a rádióra ezerrel. Na, mutatjuk akkor, mit csinálnak, jó? Figyeljetek! Okay. Élesítik a karókat. Óven bácsi készül, fűrészeli a karókat, amiket az ásott gödörbe szeretne beletenni. Kertem belül, vagy kerítésem belül. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ez egy külföldi metal. Nem nehéz. Még egyszer? Fú, tudom ezt számolni, de... Hát valaki ott az előadót, hogy bármit, semmi? Mutatjuk még egyszer, jó? Figyelj! Jó, még egyszer. Tudom. Na. Mond. Ugrik a bögre! Szia, bögre! Na, segítsenek már többiek. Iron Maiden. Hát, sajnos nem. Mutatjuk nem? Akkor, mi van. Nem. Egy jó kis Guns N' Roses. Pedig ismertem a számot. Bizonyám. Ember nincs a világon, aki ezt nem ismeri szerintem. Köszi. Andi, pedig ez is volt nehéz, igen. Bizony. Aki a Maident mondta, azt fenekeljétek el. Köszi, Andi. Köszi, ciao. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt nehéz. 2 perc múlva 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlva 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Még mindig özöllenek az SMS-ek az előző témákhoz. Köszönjük szépen, sokan sokféleképpen gondoljátok ezt, de lezártuk. Igen, nem lehet egyértelműen igazságot tenni ki nekem, ki Feréknek, ki a bácsinak, ki a fegyvernek, a láncfűrésznek és a piperának ad igazat.
és írja azt, hogy minden áron, minden eszközzel meg kell védeni azt birtokon belül, ami a miénk. Pontosan ezért beszéltünk erről, mert a dolog nagyon árnyalt, és nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ebben az ügyben, vagy hasonló ügyekben kinek van igaza. Mindenkit saját erkölcsi szintje, és hát tulajdonképpen vérmérséklete szerint gondolja ezt az ügyet, azért érdekes ilyenekről beszélni. Óriási dugó van az M3-ason, méghozzá az M3-as bevezetőjén, a Nagy Lajostól a Kacsó-Pongrác felüljárói, körülbelül 30 perc az út, ezt Maci üzente nekünk, valamint az M5-ös Szeged felé vezető oldalán, az Újhartyáni kihajtónál van egy trafi, üzeni Sanyi. Budapesten az Árpád híd mindkét irányában erős a forgalom, 11 fok van, esik az eső, elindulás előtt kínai nejlon esőkabát javallott. Anyám szerint ilyen időben nem gáz a fejen, a Tesco zacskó. Csumi Erik. Erik régen írt nekünk, bizony, de megérkezett. M544-es kilométer Szeged felé trafi, igen, ez valószínűleg az Újhartyáni kihajtó, és trafi van a Gyömrői úton befelé, a Sárkány Centerrel szemben, ez pedig Gergő küldte nekünk. Itt mi a helyzet? Esik még? Vagy hogy esik. Esik? Hát igen. Itt? Nem. Hát így bent. Jól bírja az álmennyezet. Itt még nem. Igen. Na! Koko lefutotta a New York maraton? Bizony. Hát azért az nem akármi. Nagyon-nagyon szép teljesítmény. Gratulálunk neki. Ez a 43. alkalommal megrendezett New York maraton volt. Ő is, és Miklós Erika, opera énekesnőnk is. Illetve ott volt a Csemete Alapítvány elnöke, Noah Andrea is, aki már egyébként 4. alkalommal futotta le, jó, és ezt a futását Erő Zsolt emlékének ajánlotta. Ez nagyon szép. És még a celebritások, bár nem tartozik szorosan hozzánk, Pamela Anderson maga is véghez vitte ezt a kiváló tettet. Ő és az ikrek, ugye végigfutották. Majd a következő fotókat posztolta magáról, fekszik egy ágyon, letakarva egy ilyen New Yorkos valamivel, és csak ilyen, de gyakorlatilag alig él, de megcsinálta. Tök jól néz ki a Pamela rövid hajjal, láttátok? Teljesen. Levágatta a haját, nagyon, végre. Nagyon-nagyon szexi lett. Tök rövid haja van. Ja. És piros fürdőruhája is van? Azt nem tudom, de így lassan 50 felé ez a haj, ez kiválóan áll neki. Na, 50 ezeren indultak a New Yorki maratonon. Én az előkészületeket láttam meg, hogy micsoda biztonsági intézkedések. Hihetetlen. Azt hallottátok, hogy hány rendőr a különböző hajókkal felvonultak, helikopterekkel biztosították. Tehát mindenkit hihetetlen. Végignéztek, mindenkit átvizsgáltak, nem csak az indulókat, hanem a nézőket is, és ez az első olyan New Yorki maraton, ahol kordonokkal volt biztosítva a teljes hossza a versenynek. Aha. Kicsit demonstráció volt kilométer. Nyilván a futók részéről ugye a bostoni eset után, hogy igenis el kell menni egy ilyen tömegrendezvényre, és ott kell lenni. Valószínűleg ennek is köszönhető az 50 ezeres szám. Ugye? Jól igen, értem. 50 ezer induló. Hát az elképesztő. Na, itt van velünk az az ember, aki szintén ott volt az 50 ezer ember között, és lefutotta a kicsivel több mint 42 kilométeres távot. Itt van Koko. Hello, Koko, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Jó reggel! Hello! Te már Londonban? Igen, már úton vagyunk hazafelé, délre haza is érünk. Ah, de király. Na milyen volt? Mesélj egy kicsit. Ez az első New Yorki maratonod? Egyáltalán az első maratonod, vagy többször futottál? Nem. Harmadik maratonom, mert tavaly kezdtem ezt a maratonos sörületet, és nem is terveztem még, hogy ilyen korán elérek a csúcsra, mert ugye New Yorkot nevezik, most már azt mondom, hogy joggal a maratonok csúcsának. Az első New York maratonom, de remélem, hogy nem az utolsó, mert elképesztő élmény volt. Tehát kicsit hallottam a beszélgetésnek az elejét, ami a biztonságról szólt, semmit, de semmit nem érzett ebből ez az 50 ezer futó. Tehát nem, hogy nem volt kényelmetlen vagy kellemetlen, hanem ez a teljesen természetes, megszokott, normális, mint mondjuk, amikor egy reptérre érkezel, az a security, vagy az a biztonsági intézkedés volt. És az, hogy le volt zárva teljes egészében, az olyan formában nem igaz, hogy voltak úgynevezett viewpontok, ahova oda lehetett menni, azt átvizsgálták. De azon kívül bárhol, hát volt olyan terület, Brooklynnak egyes részén még rendőröket se láttunk, de maga New York, az emberek olyan szinten szeretik ezt a versenyt, és annyira magukénak érzik most már a 43 év tradíciója kapcsán, meg egyáltalán az amerikai sportszeretet a kapcsán, hogy én elképzelhetetlenek tartottam azt, hogy itt bármi is történjen. Tehát mindenhol kedves, mosolygós emberek, segítőkész, elképesztően aranyos feliratokkal, jópofábbnál jópofább üzenetekkel búzították a futókat, és 140 zenekar, amit ha elosztunk, akkor kb. 200 méterenként vagy 300 méterenként egy zenekar segítette a futókat, úgyhogy ez a fajta biztonság előkészület, amit kicsit megígért mindenki, hogy oda kell menni 4 órával a start előtt, és hogy a motozás, meg nem vihet magaddal semmit, meg csak egy liter vizet engednek be, nem többet, az inkább egy picit egy ilyen előzetesen egy ijesztés volt, hogy aztán tényleg mindenki élvezte a futást.
Figyelj, Kokó, te hol rajtoltál el? Mert valami olyan adatot hallottam, hogy az a nő, aki megnyerte 2 óra, mint 20 perc alatt, már beért, amíg még az 50 ezer embernek a második harmada kezdte meg a futást, mert hogy annyian állnak sorba ilyenkor. Igen, te hol voltál körülbelül? Négy vévben, vagy négy hullámban indítják el a futókat. Először indulnak ugye a kerekesszékes és a handbike-os versenyzők, ők indulnak körülbelül olyan 9:20 és 9:30 között. Utána indulnak el a full profik, tehát a későbbi győztes és a nagyon jó versenyzők, és aztán 10:05-kor lett volna az én startom, amit sajnos lekéstem. Én a 10:30, ugyanis hát ez is ebből okultam, és majd az okulásomnak lesz egy ilyen komoly következménye, mert ebből írok egy ilyen, hát nem is egy ABC-t a New York Marathonról, mert azért annyi információval még nem rendelkezem, de nagyon sok dologra fel kell készülni. Többet ez arra, hogy itt ez az 50 ezer ember négy faluba elterelve, egy narancsárga, egy kék és egy zöld faluba terelve, különböző startlistákkal sokkal előbb ki kell menni a starthoz, mert ott annyira nagy a tolongás, meg annyira nagy a zavar, meg az élmény. Hát ott egyrészt mindenki azonnal el akar rohanni WC-re, és hiába van 1400 WC, ennek az 50.800 embernek, aki most indult, hát az bizony komoly sorálás van, és én mire elkészültem, megvolt a pisi, megvolt minden, és mire oda mentem volna a startomhoz, szóltak, hogy hát ezt a startzonát már lezárták, úgyhogy a következő startzona, ahol nincs is semmi baj, mert hátrafelé mehet, tehát a mögötte lévő startzonákba beállhat, csak előre nem tud beállni. És valóban mire én elindultam, addigra a versenyben vezetők, meg a handbike-osok már valószínűleg a féltárnál jártak. Ez nagyon kemény. Figyelj, akkor ez indulás hogy néz ki, hogy eldőren a startpisztoly és egy órát helyben futsz? Vagy ez magas térdemelésben várod, hogy te is futhassál? Vagy ezt hogy kell megképzelni? Úgy néz ki, hogy 6 órakor elindulsz mondjuk Manhattanből bármelyik pontjáról, hogy leéri a komphoz. Nekem 6:30-as komp időm volt, lehet menni busszal is, de ez sokkal kellemetlenebb, a komp az a legnagyobb buli. Ugyanis elképesztő méretű, hatalmas, nem is tudom, több ezer fő befogadó kompokkal hozzák át az embereket, Battery Parkból, ugye lentről a Szabadságszobor mellől, hát vagy legalábbis a Financial District, vagy a Banknegyedből hozzák át a Staten Island-i starthoz. Átértek a starthoz, vagy legalábbis Staten Island-re, ott körülbelül olyan 1000 busz, bevagonyírozzák az embereket, átviszik a kb. 3-4 kilométerre lévő start faluba, ami a Verrazzano híd lábánál található. Itt már külön csoportokra osztanak, a startszámodnak megfelelően különböző színek voltak, úgyhogy mondtam, volt narancsárga, kék és zöld, én a narancsárga faluba kerültem, ahol várakoztam. Hát, na, milyen jó színbe kerültél, Kokó, akkor? Hazaértél. A legvégén mindenki hatalmas narancsárga pancsót kapott, és úgy nézett, hogy komolyan mondom, hogy egy Fidesz nagygyűlés télen. Igen, ez azért mondom, hogy... És akkor be voltunk osztva ebbe a faluba, és onnan mindenkinek megvolt a start ideje, az enyém 10:05, de a 10:05-ös start időhöz 9:30-ra oda kell menni a belső startzónához, amit 20 percre megnyitnak, akkor bevagoníroznak, és onnan épp lassan felsétáltatnak a Verrazzano híd aljához. Figyelj, ez bonyolultabb elrajtoltatni, mint lefutni, azt hallom. Tehát ha már futsz, akkor már szinte beértél a célba. Tehát mire elrajtoltatnak, ez így végighallgatva, hát ez egy kanuszájárás. De óriási élmény, mert közben már zenekarok, közben már millió egy másodpercek alatt haverré vált futó, a világ minden országából összekapaszkodva, egymást segítve, egymásnak adva zselét, vizet, vazelint, kinyitott. Ez egy alternatív futás. Jani erről nem mesél futás közben, a vazelinről, pedig elég jó futó ő is. De... Például most meglepve hallottam, hogy vele még soha nem fordult elő, de hogy te például bevagináztál. Figyelj, egy telefon van a kezedben, amikor te beérsz a célba, hogy fotóztad magad, vagy volt erőd futás közben fotókat csinálni? Én végigkommentáltam, sőt, végig a legnagyobb, hogy hívják, ez milyen portál, ez a közösségi sportálon, én posztoltam, és épp merre járok, még egy szigetkör, még két szigetkör, most hagyjuk el Queensborough-t, és a többi, és a többi. Tehát én ezt egy ilyen fanfutásnak vettem, mert hogy elképesztően nehéz egyébként a pálya, tehát itt jó idő, szinte lehetetlen futni, hát ugye a győztes, valami, most a 2009-ben nem futott ilyen rossz időt, amivel megnyert, ez a 2008-nak egy rossz időnek számít. Én a magam 350 évvel nagyon, nagyon elégedett vagyok, de ez, hogyha nem itt van, hanem mondjuk Prágában vagy Budapesten, akkor ez egy 3:45-es idő lett volna egész biztos. Hát a Verrazzanon, ahogy elindultunk, olyan szembeszél volt, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy olyan szinten visszavette az ember rögtön, és arról nem beszél, hogy van benne egy 400-as szint. Tehát a Jani az gondolom érzést tudja, hogy ez a mi budapesti maratonunk, amiben talán egy 100-as szint, ha lehet elrejtve, de most ez még egy komoly emelkedőt kettő meg. Figyelj, szerepeket láttál? Mert látjuk Pamela Anderson, meg egy csomóan ezt lefutották. Nem, de én megnéztem Pamela Anderson idejét, hát
5:56-ot futott. Azt hiszem, hogy 6 órás az utolsó, tehát gyakorlatilag éppen hogy csak a dárom volt. Az utolsó kocsi. Az is szép, hát szép én beledöglennék konkrétan, nem tudom megcsinálni. Nincs vele semmi gond, de a szigeti csajok, a Margit szigeti csajok mind kenterbe vernék Pamelát, nem csak futásban, hanem egyéb dolgokban is. Pamela nem volt erre felkészülve. Tehát ez a telefutó történet, ami egy bátor dolog ilyen tudással, vagy ilyen felkészültséggel nekivágni, mert az időkorában azért az 5:56 azért nem egy olyan kiemelkedő jó idő. Hát kicsit sétált, kicsit négykézláb ment, kicsit autogramot osztogatott, kicsit belesétálta. Hát egyébként egy ilyen New York Marathon erről is szól, mert itt az embereknek a jelentős része tényleg nem sportteljesítményt akar leadni, hanem élvezni akarja ezt a futást, és itt nagyon lehet élvezni. Elmondom, óriási poénok vannak kiírva menet közben, bármerre fut, az a több millió szurkoló üzen neked táblákon, a legtöbb üzenet ugye mindenféle ilyen búzító, de vannak ilyen nagyon jó pofák is, hogy Chuck Norris soha nem futott maraton, te viszont igen, tehát te vagy a hős. Get out from Brooklyn, tehát hogy takarodj Brooklynból közvetlenül a híd előtt. Mondjuk, ha neked drukkolt volna valaki, hogy hajrá Kokó, azt az NSZ azonnal elviszi, mert félreértik most, az üzenetet. Na most, nem, is elvezetik. Nem, tehát, ha hiszed, hanem ez egy nagyon fontos üzenet, ezt is majd meg fogom írni a kis cikkemben, mert a Presti Sport magazinnak egy 3 oldalas beszámolóval. Na jó van, ezt is betoltad akkor. De az, hogy az, hogy minden futó, minden profi futó, aki már több alkalommal részt vett ilyen futóversenyen, tudja, hogy ki kell írni a nevét. Én is kiírtam, hogy Kokó, és ha hiszed, ha nem, legalább annyian szurkoltak nekem futás közben. Nice job Kokó, come on Kokó, great job Kokó, ez volt állandóan, mert ki volt írva előre a nevem, hogy Kokó. Figyelj, és amikor valahol elmentél WC-re, nem jött oda egy ilyen nagy darab fekha, hogy 10 dollárért mit tudsz adni, tesó. Nem, de sajnos, és ez is benne van az időeredményemben, én egyszer nem tudok lefutni egyetlen maraton sem WC nélkül. Ez nem tudok ezzel mit csinálni, bármennyire. De izgalomba jössz, vagy már nem tudod visszatartani, vagy mi az oka ennek? Nehéz azért, komoly hólyagban nehéz futni, tehát az ember inkább úgy dönt, hogy akkor hát most áldozunk egy percet az oltáron, és aztán majd futunk tovább, és nekem amikor lejöttünk a Verrazzanóról, akkor már éreztem, és onnan még azért volt hátra közel 38 km, hogy ez nem fog így végigmenni, és ezért egy picit megnyomtam, és akkor kiálltam egy perces szünetre, és aztán folytattam tovább, de remekül, olyan szinten meg van csinálva, kilométerenként vannak frissítőpontok, 4 vagy 3-4 kilométerenként, vagy 2 mérföldenként vannak WC-k, mindenhol ott az orvosi felügyelet. A frissítőpontokon nem csak vízért, hanem a banántól kezdve minden egyéb dolgot megkaptam. Ennek van nevezési díja? Tehát te befizetsz valamennyit, amennyivel elindulsz? Hát, vagy ez tök ingyen van? Nem ismerem kimondani, mert szerintem a futókon kívül mindenki ilyenek néz, hogy ennyi pénzt áldoztam rá, de az az útvonal, amit én választottam, az nem is a legdrágább, de nem is a legolcsóbb. Én 650 dollárért vettem részt a futásban. De már mi az, hogy útvonalat tudsz választani? Tehát, hogy mi... De az az útvonal, nem az az útvonal, ahogy bejutsz a versenyre, akkor úgy mondom, tehát az a mód, ahogy bejutsz, mert van a legegyszerűbb módja, de ahhoz vagy Lubi Szilviának, vagy Szönyi Ferencnek kell lenni, mondjuk az én életkoromban nekem 3 órán belül kéne hoznom a maratont, és akkor engednék, hogy induljak. Mondjuk egy 2:40-es maraton idővel automatikusan regisztrálnék, és akkor csak 260 dollár. Ja, értem, hát a profi, tehát hogy attól függ, hogy milyen időt futsz. Uh-huh. Így van. Hát mondjuk a full profikat meg ingyen meghívják kajapi a szállás, és még nyerhetnek is 600.000 dollárt. Ez nem az én kategóriám, tehát ezt tudtam, hogy ezzel felesleges próbálkozni. Van a másik lehetőség, hogy a New York lakos vagy, és a New York Roadrunner klubnak vagy az elnöke, amelynek egyébként annak igen egy magyar volt az elnöke, amikor az első maratont még megcsinálták 1970-ben, de csak egy kis adalék, hogy felkészült vagyok New York maratonból. Hogyha ennek a Roadrunner klubnak a tagja vagy, és elindultál az ő általuk szervezett idei évben legalább 9 versenyen, és egyszer, mint önkéntes segítetted őket, akkor szintén elindul a 260 dollárért. És most ennek a drágító lehetőségek lehet lottózni, ami sajnos az idei évtől megszüntetnek. Ez a lottó úgy működik, hogy évente 100 dollárért vesz egy lottószelvényt, ha kihúznak, akkor újabb 260-ért indulhat. Ha 4 éven keresztül nem húztak ki, tehát elköltöttél 400 dollárt náluk futás nélkül, akkor 5. alkalommal már megveheted 260 dollárért a belépőt, tehát akkor belekerült neked ugye 400, meg 260, 660 dollárba. És van az én útvonalam, amit én találtam ki magamnak, 650 dollárért megvettem egy utazási irodától a indulás lehetőséget. Van ennél egyel drágább, az a nagyon gazdag embereknek a passziója, amikor különböző alapítványokat támogatnak, mert hogy a New York Roadrunner Clubs az indulási jogoknak egy részét alapítványoknak adja át, és ezek az alapítványok ebből remekül keresnek, tehát rákutatási alapítványtól kezdve mindenféle. Ez egy jó dolog, hogy akinek van pénze, fut és közben támogat egy alapítványt. Tehát ez egy charity futás. Hát így van, elképesztő ez az egész gazdasági környezet, tehát ez egy akkora üzlet az a New York maraton, hogy az ami hihetetlen, az egész város erről szólt egy héten keresztül. A jártatok New Yorkban azért tudjátok, hogy ez nem áll meg soha az élet, tehát mindig van valami, ekkora buli. Bementél egy budiba?
Már megint a hólyagon? Már egy telefon beszélt, de elment a vonal olyan, mint egy budiba bementél volna ott Londonban a reptéren valahol, eltűntél egy picit. Jó van, Koko, gratulálunk, ez egy nagyon nagy dolog, ugye nem tudom, említettük-e, de hogy Miklós Erika opera énekesnő is ott volt, igen, említettük a beszélgetés elején, de hát mindenkinek gratulálunk, aki ezt lefutotta, neked is azért ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, meg hát nagy élmény lehet nyilván. Hát és ezúton is köszönöm, mert többek között Erika is, meg én is vendégei voltunk Varga Daninak, aki már egy full profi maratonista, és ő tartja mindig a magyaroknak a palacsonyt, a partit. Egy nappal a futás előtt, ahol rengeteg információval szolgálnak a kezdőfutóknak, úgyhogy fantasztikusan jó volt sok magyarral találkozni. Hát én futás közben is találkoztam magyarokkal, és a futás előtt is tudtam 10-15 magyar barátról, ismerősről, futótársról, és sokan vágtunk neki, de valóban itt az 50.800 ember között se Pamela Andersonnal, se mással nagyon találkozni módod, lehetőséged nincs, mert a futásra koncentrál. Igen. Ahogy írja valaki, Pamela Andersont az utolsó 10 kilométeren tolták. Igen, Koko, köszönjük, jó utat neked, vigyázz magadra. Köszi, ciao, Kokónak, köszönjük szépen, hello. Na látod, Jani, ez például egy olyan dolog, amit te felvehetnél a bakancs listádra. Egy New York. Komolyan, ez most tök komolyan mondom, tényleg? Hogy lefutod itthon többször, és azt mondod, hogy egy szervezett úttal hoznak, visznek, te ezt fölrakod. Mert egyszer egy ilyet lefutni, az azért az 50.000 emberrel együtt, azért az nagy dolog. Tehát én például futom többször, és azt mondod, hogy egy szervezett úttal hoznak, visznek, te ezt fölrakod. Mert egyszer egy ilyet lefutni, az azért nagyon az 50.000 emberrel nagyon együtt, azért az nagy dolog. Tehát én például futnék, én ezt biztos, hogy egyszer odaérnem, hogy addig nem hallhatok meg, amíg egyszer az ember mondjuk el nem jut New Yorkba, és mondjuk le nem futja ott a New York maraton. Az a csúcs, nem? Ha ebben a sportágban, ez körülbelül az olyan, mint mondjuk aki teniszezik, annak egyszer nem tudom, mit tudom én a Flushing Meadow-ba játszani egyet, a center pályán. Ott. De annak kicsit kevesebb a realitása. Az ott. Mi, Feri? Ott. Csak mondom, ott szintén hol? New York. Ja, az is. Szép helyzet. A US Open. Nem, Jani? Ezt fölírhatnád? Mert ez jó kitűzni ilyen dolgokat, hogy egyszer ezt lefutni. Ha anyagilag ezt megengedheted, kiutazol, ott vagy, hazahoznak, visznek, futsz egyet, nem? Ha majd kész leszek rá, így fejben is, meg fizikailag is, elsősorban szerintem fizikailag, illetve fejben kell hozzá kész lenni, akkor az az első, ez nyilván Budapest lesz, mert magyar vagyok, tehát itt kell lefutnom az elsőt, másrészt pedig ugye a családnak is azért ezt látnia kell, ez egy nagy dolog. De hát utána persze, valamikor, hát ha már látta mindenki. Már meg volt Prága, meg volt Bécs, meg figyelj! Volt... Most már Koko lefutja, a Miklós Erik, mindenki lefussa, mert most mindenki lefutott maraton. Most lassan az a pláne, hogyha nem futtam. lassan mi Ferivel... Akkor mi jók vagyunk. Lassan mi Ferivel pláne. Kiugrunk a tömegből, nem, hogy nem futottunk még maraton. Most már itt az ideje, fussál már egy maraton, tényleg. Te is fussál már egy 10 kilométert. De én nem futok, én teniszezem. Hát én még nehogy futok, utána ráérek. Futni. Ez nem ilyen egyszerű sztori. Nem? Van akinek igen, van akinek nem. Nekem nem. Jó, na mindegy, ezt én felírnám. 8:30 múlt pontosan, egy perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:49 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, gyerekek. Jobbulás. Egészség. Köszönöm. Miskolc felé az M3-ason, három autó ütközött a belső sávban a 100-as kilométer körnél, alakul a dugó, úgyhogy mindenki lassítson előtte. Mérnek az őrök a Gyömrői úton befelé, a Felsőcsatári út és a felüljáró között. Üdv, Gabesz. Súlyos baleset, ezt többen írják, igen, a Káli leágazó előtt, az M3-ason, Miskolc felé, lehet, hogy pályazár lesz, és az M5-ös 46-os kilométerénél Szeged felé megindult a lavina. Mára mondták, ugye? Így, kedpéntek. Kedpéntek, lavina, elindulnak, fotóznak, úgyhogy ma mindenki menjen egy kicsit lassabban. Inkább járőrözőnek Vácszent László. Szegények, ugye? Hát ez is egy jó kérdés egyébként, hogyha kevesebbet kellene trafizniuk esetleg, vagy kint lenni ennyi rendőrnek, akkor lehet, hogy több lopást lehetne meggátolni, vagy több tolvajt lehetne elfogni, hogy ne jussunk el idáig, nem? Hogy egy ember arra betemetik. Egy erősítés a körzeti megbízottak. Nem? Hát így lehet, hogy olyan sokan vannak az úton. Igen. Én azért hallgatok, teljesen. Srácok, ja jó van. Na hát, aztán megfejtettem. Figyelünk. Jól van. Figyeljetek, azt néztem, hogy az időjárás jelentés szerint már holnaptól kezdve 3 fokra lehet számolni. De hogyha ehhez még jön 3, vagy összesen 3? Nem, a legalacsonyabb nappali hőmérséklet 3 fok. Ha most, hogyha 3 fok lesz, az azt jelenti, hogy lassan le kell cserélni a gumikat, ugye? Mert hogy 7 fok alatt ajánlott, jól emlékszem? Tehát szeretnéd megnyerni a 3-as ugrást, hogy tiéd legyen az 50.000 forintos utalvány a gumi a broncsal, ugye? Jól értem, ugye? Basszus adásba vagy. Hogy téli gumizni? Igen.
Mert hogy akkor le kell cserélgetnem a téligumra. Mit javasoltok, srácok? Hogy cseréltesd le a gumidat? Drága, olcsó, avagy miért olcsó? Olcsó téli gumi, szerintem. Figyelj, mi van ezzel a téli-nyári gumival? Mert ilyet is láttam most, akkor ez jó nincs, vagy nem? Felejte. Ez a sok, ez a négy évszakos. Nincs négy évszakos. Kamionon maximum. De akkor miért van? Akkor miért gyártják? Hát a piaci rés azoknak, akik úgy érzik sokáig, vagy úgy érezték, hogy nem éri meg befektetni. Nekem? Igen. Akkor vegyél egy ilyet, nem lehet olyat gyártani. Ugye van ez a 7 fokos határ, ami egyébként az aszfaltra is vonatkozik, tehát amikor 16 fok van, de mondjuk éjszaka lehűlt az aszfalt, igen. De napközben még 16 fok van, és az aszfalt nem melegszik föl 7 fok fölé, akkor is gáz a dolog, ugyanis a téli gumi az a minden ellentétes érvel szemben az nem arra való, vagy nem csak arra való, hogy te hóba tudjál menni, az rövidebb fékutat produkál a hideg aszfalton. Más az összetétele. Ja, ez puhább. Így, a lágyabb, puhább, igen. Lágyabb jobban tapad. Ugye a Forma 1-ben sem véletlenül cserélgetik. Tudom, hogy nem vagyunk egyikünk se egy fettel. De mi a dilemma? Hogy mind gondolkozol? Vagy hogy milyen, melyik olcsod, a jó? A drágát, hogy mondom, ez a négy évszakos, hogy szóba jöhet esetleg. Én szerintem ez az a pont, ahol például nem szabad spórolni. Tehát, hogy itt nem nézheted azt, hogy az olcsó legyen, megnézheted azt, hogy mennyi pénzed van rá, de a pénzedhez képest a maximumot kell venni. Tehát a kettő nagy különbség, hogy nem azt mondom, hogy ne olyat vegyél, amit te nem engedhetsz meg magadnak, én azt mondom, hogy ezen nem szabad. Ha teheted a drágábbat megvenni, vagy a jobbat, akkor olcsóbbat venni. Tehát ezek azok a dolgok, ahol felelősséget kell vállalni az embernek a többi ember iránt. És ha neked van pénzed a jobbat megvenni, akkor nem teheted meg azért, hogy a rosszabbat veszed, mert mondjuk a zsebedben marad 3 olyan 1000 forint, ami egyébként nem létszükség. Tehát ezen nem szabad spórolni. És olyat itt lehet, a maximumot hogy... kell a pénztárcához, miért a maximumot kell megvenni? Mindenképpen cseréljem a 4-et, vagy olyat lehet, hogy 2-2? Ne. Ezeket hát... felejtsd el. Ezeket abszolút felejtsd el. Tehát én nincs, hogy csak a kormányzott kerékre, vagy a meghajtott kerékre, nem. Tehát 4 téli gumira tessék beruházni. Tehát én mindig azt mondom, hogy az embernek van pénze kötelezőt fizetni, tankolni, menni vele, akkor ezt meg kell venni. Tehát, hogy ez az a fajta felelősségvállalás, amikor egyrészt nyilván azok iránt, akiket te beültetsz a kocsitba, de azon gyalogosok, útra lelépők, autós társak iránt is vállalsz felelősséget, mert részt veszel a forgalomban. Tehát ezen ne spóroljál szerintem. Nem fog soha egy gumimárkáról egy öntetően jót hallani, ez olyan, mint az autó, német, japán, angol, sosem mond senki egyértelműen jót. De a minőségét kell megvenni, és ha van valami, ami fele annyiba kerül, és ismeretlen márka, akkor ezeknek nem szabad bedőlni. Én azt gondolom, hogy 3-4 olyan márka van, ami mondjuk igazán jó. És megbízható. És vegyél hozzá felnit is. Minek? Minek? Hogy legyen. Mert például felni nélkül nem tud rátenni. Azért, mert egyrészt az alufelni ugye károsodik a sótól. Ez már annyira. Másrészt, ha megcsúszol és lepatkázod, akkor már nem te, bár Mónika meg jó vezet nem csúszik meg, akkor ne vegyél miatt. Plusz a tárolásnál egyébként érdekes módon nem mindegy, azt mondják, de ezt én nem nagyon tudom megerősíteni. Tehát jobb felnint tárolni? Jobb felnint tárolni. Azt mondják, amikor visszaengedik egy kicsit a nyomást, és hogy egészségesebb lesz a gumi, ha felnint van. Tárolva, tehát tovább fogja bírni. Hányos kereked van? 10? Na kettes. Most meg. Nem már, hogy nem tudod, hogy hányas a kereket. Hát mekkora felnő? 17-es, 16-es. Hát a te kocsidra azt mondanám, hogy a 17 és a 19 között, de mondjuk inkább egy 17-es, 18-as felnő. Múltkor felugrottam, és akkor ráláttam a tetejére. Hányas kereked van, nem tudod? Most nem azt mondom, hogy 235 per 45 R, valamint csak az R-et mondd meg, hogy R mennyi. R 16, 17, 18. Ismerve egy R 16, R2D2. Egy R2D2-d van? Szerintem neked egy R 16, R 17 lehet körülbelül, egy 17-es kereked van. Arra ne vegyél lemez felnit, jó az, ami most van. Nem láttam a alu felnit, van milyen felnit? Alu. A dísztárcsában mozogtok? Nem tudom, de sima lemez szólt az ötvösnek, hogy miért nézze meg. Ilyen semmit, vegyél rá 4 normális téli gumit, ne vegyél külön felnit. Vegyél rá 4 darab acél felnit, lemez felnit. Tök, de fölösleges. Nem felesleges, hát most kap arra az autóra, kap, hogy ilyen 6-8 ezer forintért már kap darabját. Most ez nem izé volt, most annyiba kell lemez felnit. Okay. Körülbelül tényleg, jobban jársz. De példának okáért, ha te most csak mondom, őszi vagy téli nyári gumiváltásban vagyis ugyanarra a felnire rakod, az minden egyes leszerelésnél a körbe az acélszálat, ami ugye tartja a gumit, azt minden egyes izénél, levételnél és föltételnél elkezdik széthúzni. Azt kicsit megdolgozzák, igen. Jó, hát kinek a... Van is eladom. Ja, ezért. Ja, már értem. Én például egy finn márkában nagyon hiszek. Mint téli gumi. Tehát azért ők valószínűleg tudják, hogy mi a jó. Hasonló, mint a telefon. Fedés kedveli egyébként. De akkor már nem vezet utána. Hasonló a neve, mint a telefonnak, amit régen sokan használtak. Ha?
egy N-betűt kell hozzátenni. Na, az egy nagyon jó márka, de tényleg ezen ne spóroljál. Tehát ha nem légy szükség az a 2-3 ezer forint, amit te megfogsz egy gumin, akkor ezen szerintem nem szabad. Tehát ez az a fajta felelősségvállalás, amit be kell vállalni. De van hol látszunk? Az nem megoldás, hogy rálakom a nyári gumira, és akkor az járunk ide, ami... De. Szerintem tök jó. Figyelj, a biztonság kedvéért tedd föl most. Hát, ha már hónap annyi hó esik, hogy nem tud föltenni. Tedd föl most, március 15-én, amikor meglátod az első gólyát, áprilisban, vedd le. Meg most még nincs sorállás. Belőle valami. És most még nincs sorállás. Hát, csapasd addig. Mit mondtak? Milyen árakat mondtak? Elrettentő egy téli gumi? Mit mondtak? A neten nézegettem eddig csak. Rendelős vagy? Ott minden. Nem, semmi bajom, egészséges. Nem kell neked rendelőbe járni. De most a márkák között vagy elveszve, hogy melyiket vedd? Persze, mert mondták, hogy nézzem meg az adatot, azért nem egy márka, hanem a Német Autóklub, és ugye ők szoktak csinálni ilyen összehasonlító teszteket, és akkor hogy abból induljak majd ki. Aztán kinéztem ott egy márkát, de csak aztán nem lehet kapni. Így csak beleőrülsz. Tehát, hogy mindegyik márkáról nagyon sok nagyon negatív, nagyon sok pozitív. Nem, soha nem lesz egy olyan márka, amire ezek ez csak jó, mert amennyien utálják, annyian szeretik. Tehát, nézd meg, hogy körülbelül ennyi pénzt szállnál rá, abban benne van az a 4-5 top márka, ami benne van, és valamelyiket vedd meg. Olyan nagyon nagy különbség azért nyilván nincsen. Persze nyilván minden márka képviselő azt mondja, hogy az övé a legjobb. Az lényeg, hogy jót vegyél. Olyan gumist kérdezz, akinél sokféle van, mert például ők tudnak olyan trükköket, hogy vannak a top márkák, de mondjuk te azt nem tudod, nem akarod megfizetni. Annak van egy almárkája, amiről kevesen tudják, hogy azt ugyanazt csinálja. Érted? Csak egy direkt alacsony. Így van, hogy azok is megtudják. De gyakorlatilag ugyanaz a minőség, ugyanaz a technológia, kevesebb reklám van benne, tehát a mit tudom én, a jó év, tehát azt sokat nyomjuk, azért az drágábbba kerül, de ugyanannak van egy almárkája, és az is ugyanolyan jó. Csak azt ugye nem hirdetjük annyira, tehát a gumi maga kevesebbe fog. Még most olyan fura, én picit magad ellen beszélsz, mert Feri egyébként már hetek óta ajánlott nekem 4 lemez felmnit, 4 újra futózott téli gumival, és akkor azt ne vegyem meg? Dehogy nem, hát ha tőlem veszed, akkor vedd meg. Az a lényeg, hogy ilyen neten vásárolt, használ dolgokba nem menj bele. Tehát azokat vagy lelopták Németországban autókról, vagy már használtak, vagy futott 5000-re, 10000-re, de lehet, hogy van benne egy olyan szálszakadás, amit te nem látsz. Tehát ez az olcsó húsnak tudod, tehát vegyél igazi, jót, eredetit és újat. Tehát ez a, ha megteheted, azt gondolom, hogy te igen. Tehát, hogy ne, ez tudod, ez a kis bemész egy garázsba, és akkor van 4 téglára, ahol itt ott nem tudom, Audiról gyorsan leszedett 4 lemez felé, 4 csak keveset futott téli gumival, és az kiderül, hogy az általában elszáll 150-nél, mert van benne egy olyan szálszakadás, amit nem látsz. Tehát, hogy ezek ilyen típusú netes vásárlásokban nem menj bele. Tehát csak újat. Jó, hivatalos oldalon. Szenteste viszont kimegyünk majd az autóhoz. Körbeülítek. Az ott anyáé, ez a tiéd kincsem, ez az enyém, ez meg közös. Igen, hát figyelj, tök jó, hát tesztek egy gyertyát a kocsi tetejére, meggyújtjátok, körbeülítek, eléneklitek a csendesét, meg a pásztorok, menj bele az anyja, és te visszamentek a lakásba. Nem? Ennyi. Aztán együtt kipróbáljuk a fékutat. Hát ki hogyan karácsonyozik. Jó az. Na megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Valaki kérdezi, hogy csak egy betűvel más, mint ericsol. az egy nagyon jó téli gumi, az ericsol, gyerekek, hát az... Őrület! Halló, jó reggel! Jó reggel! Hello, Betty! Szia! Betty, honnan hisz minket? Veresletházról. Dolgozol már, vagy úton? Dolgozom. Mit csinálsz? Szép fehérneműket gyártunk. Hoppá! Szexi, mindenféle férfi, női fehérneműket? Így van, ahogy mondod. Comfixel, meg harisnyakötővel, meg ilyenekkel? Hát az pont nincs hát a jó Istennek, de azon kívül minden. Na, kutya fája. Figyelj, segítsél már most, milyen a szexi férfi fehérnemű? Hát a boxer alsó. Boxer alsó, szívemből szóltál. De nem a barna. Szívemből szóltál. Számomra teljesen értelmeztetetlen azon férfi társak, akik fecskét hordanak. Tehát azt egész egyszer nem értem. Csak sport közben? Mit? Sport közben lehet. Én mindig kész vagyok egy kis sportra, ezért hordok fecskét. Ez mind fürdőgatyában, mind alsó nadrágviseletben a fecskét, az számomra totálisan értelmeztetetlen irányzat. Betty, neked már most van egy nyereményed? Anélkül, hogy bármilyen kérdésre válaszoltál volna, 50 ezer forint értékben? Nagyon klassz. Na, Jani átveszi 30. Hát akkor hagyjuk már a kérdéseket holnapra. Őrülsz, Betty? Jó, persze, hogy ne, én benne vagyok, persze. Ez a nyeremény már most megvan, majd a reklámblokkban meghallgatod, hogy mi az. Most ez komoly? Ez tök komoly.
Hát remek, köszönöm szépen. És így nem van, gyenge. Így, nem gyenge, 50 ezer forintos a vásárlási utalvány, és ha már itt az előbb a Jani előhozta a téligumit, akkor lehet, hogy ez még arra is jó. Bizony, hát de most is írom a kérdéseket, hát akkor ez nekem, a fele legalább nekem jár. Lehetünk, Betty? Igen, igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik zenekar énekese volt Kurt Cobain? Hú, Nirvana. Úgy van, szegény. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, dedikált egérrelátétért, vagy Klassz FM-es, önmagában visszahajtható szatyorért. Hülye hangzik, de nagyon imádják egyébként tényleg. Melyik hazai város nevezik a királyok városának? Királyok városa, Visegrád? Pedig olyan szépen, úgy hittem benned. Székesfehérvár. Sajnálom. Királysír. A koronázó városunk. Így van. Ne, hát az megvan az utalvány, szerintem az önmagában. Az megvan. Ez az óriási. Köszönöm szépen. Most picit elkenődtél. Igen, igen, csalódtam. Ne legyél már szomjú. Csalódtam a Janiban, hogy ilyen kérdést. Azt hittem ezt mondod. Nem, magamban. Nem baj, figyelj, van egy nyereményed, hallgass meg, hogy mi az, örülni fogsz neki. Van autó a családban? Igen, igen, van. Na, hát akkor pláne. Jó lesz. Jó, köszi a játékod. Köszönöm szépen. Hello, Betty, ciao. Sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc van, pontosan 9 óra, kett van, ez azt jelenti, hogy Kassa TV-vel jövünk a hírek után. 9 óra múlt 13 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Hello, hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Trafi a 11-es úton, Békásmegyer előtt, az autókereskedésnél, méghozzá kifelé jövőket mérik, vagy a befelé jövőket hátulról. Írja nekünk egy hallgató, fűrész Szoszi írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Miért nem lehet haladni befelé a Hüvös Völgyén, tudja valaki? Jani? Dugóban. Köszönjük szépen. A 4-es úton a 162-es kilométernél két borjú az út szélén. Ez most nem tudom, hogy egyfajta hasonlat, vagy valódi állatokról van szó. Minden esetre ott mindenki menjen lassan. Miskolc felé az M3-ason három autó ütközött a belső sávon a 100-as kilométernél. Ez egy elég komoly és elég nagy baleset, úgyhogy ott vagy félpályás útzár van, vagy teljes útzár. Utána nézzünk, minden esetre nagy baleset van, úgyhogy mindenki figyeljen. És az M5-ös 46-os kilométernél Szeged felé van lavina hadművelet. Úgyhogy hát ott is sorozatos fotózás. Kedvem, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa TV. Juhi! Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhamai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TB for President! TB! Kakasza TB, Kakasza TB! Ba-ba-ba-ba! Na, mizu! És muszáj megkérdezni, mennyi idő után ti ezt vágjátok, ez a Kakakassa TV, ez honnan jön? Gondolom a Lady Gaga, nem? Mert valaki, pontosan, de valaki meg azt mondja, hogy úgy érti, hogy csak a Kassa TV, csak a Kassa TV. Nagyon jó. De pedig nem azt mondod, ti vágjátok, hogy ez a Lady Gaga. Igen. Hát kicsit bántó a kérdés azért ennyi év után, hogy észrevettük, hogy ez a Kakakassa TV, ez a popó pókerfész, de igen, észrevettük. Csak azért nem most, csak föladtam a labdát, hogy egy picikét nevelhessünk, és elmondtuk, hogy nem azt mondom, hogy csak a Kassa TV, hanem TV, akinek ennyi év után ezt magyarázni, már mindegy. Na, de Balázs, ezért akarom neked elmondani, hogy ezért akarod nekem ezt elmagyarázni, igen. Fölvezetésképp egy olyan témát hoztam, ami egész biztos, hogy Janit fogja érdekelni. Egy jó anyalánya. Te király. Nem.
egyre több olyan ilyen anyalánya párt látok megjelenni a koncertjeimen, ahol még az anyuka is rendben van, de már a lány is rendben van. Tudom, hogy a 9 óra után finoman ezt érinthetjük. A még már kategória? Hihetetlen. Tehát, hogy megvan ez, hogy lejönnek, pont most volt klubkoncert, és lejön, és az első sorban ott áll egy tetovált, nagyon csinos szőke anyuka, egy szintén tetovált, nagyon csinos szőke kislányával. Tehát, hogy 40-20-ba lejönnek, és ott állnak előtted, és nem tudod, hogy így hirtelen hova kapjál a bombonos dobozba. Tehát, hogy nektek van ilyen egyébként, hogy aki rajtatok nőtt föl, találkoztok? A klubkoncertjeinkkel? Igen, a klubkoncertjeinkkel. Kiben futottatok bele? Nem, hogy... Hát most már mondjuk amióta ti a médiában mozogtok, azért fölnőtt egy generáció, tehát egy ilyen anyalánya már van nálatok is, aki fölnőtt rajta, és mondjuk nézte a műsorodat, és már egy gyereket hoz a... Igen, de mi monogámok vagyunk, mi nem szúrjuk le őket. Rohadt balekok. Mi csak adunk egy autogramot, csinálunk egy fotót. Hát én jól nevelten. Figyeljetek, tehát miért tudtok valamit? Valami kiderült? Nem, de hogy futottatok bele ilyenbe, aki mondjuk rajongó volt és megjelent a gyerekével, hogy most meg a kisgyereke már morning show rajongó, és ezért, tehát ilyen generációkon átívelő. Van, igen. De ez jó flash egyébként nagyon, nem? Igen. Nem hat meg, nincs rajta? Nekem az apa fia jobban bejön. Te hülye. Nekem meg a nagymama unoka. Egy jó granny. Ranyom, hozta neked egy kis túrós palacsit, ami hány óta sem, mert 16 éves Laura. Na, ki válni itt maga mögé, mama? Te hülyék vagy. Nem, de van ilyen, tényleg. Nem, az jó érzés. Baromi ízeg, hogy érted, és elmondja, hogy már a pocak lakó a hasában is. Jó, ezt a pocak lakó. Ó, Istenem. Hát, hogy csak egy, hogy a pocak lakó már az ő hasában is erre tudott jót pihenni, majd megszületett, mindig az én zenémre tudta elaltatni. Mondjuk nem tudom, mikor azt mondjuk, hogy én sem tudom, hogy én sok ilyen embert ismerek. De az nem tudom, hogy hízelgők, vagy az dicséretnek szánják, hogy az én zenémre alszik a legjobban a gyerek, vagy? Szerintem az dicséret. A dicséret? Akinek van egy rosszalvó gyerek, és talál egy olyan zenét, ami azt vedd nyugodtan dicséret. Hát vagy halálunalmas még egy. Ettől félek én is, hogy nem az van, hogy dicséret egy szülőtől. Ha azt mondják, hogy olyan jó a zen, hogy alszik, mint a tej, akkor az jó. Látok, mire? Vagy van olyan zene, amire be? Írd rá a legközelebbi CD-dre, hogy altató. Altató? Kassatibor. Kassatibor. Gyerekdalok. Gyermekdalok és altató. Kassatibortól. Jó, de mindegy, én ezt a dolgot hízegésnek veszem akkor is, hogyha a dolognak annyi árnyoldala azért van, hogy mostanában, hogyha meglátok egy csillogó szemű 16 éves kislányt, akkor azt tudom, hogy általában már az anyjának viszi az autogramot. Ez egy rosszabb rész a dolognak. Tehát, hogy oda mész arra, és a legmegalá, nem nekem kell az anyámnak. Mondom, hát volt ilyen. Kaphatok egy autogramot? Persze, bogárkám, hova szeretnéd? Nem nekem lesz, anyukámnak. Igen. Az autogramot a mamának, és neked miben segíthetek? Igen. És neked, kicsi lány, mit mutathatok? A múltkori Böki a csőröm kapcsán rengeteg ember egyébként megállított, és azt mondták, hogy nem volt igazad, Balázs. Emlékszünk rá, ugye, hogy naponta szeretettem meg magam, majd a másik napon utáltatom meg magam azokkal, akik vagy egyetértenek, vagy nem, de hát ez ilyen. A kiegészítő zöld elalvás, én pont most megint láttam az Andrásin, simán elaludt 40-nel, mentem éppen, semmi nem figyelmeztetett. De te azt tanítottad, hogy ne menjek át a piroson, nem mentem át. Ugye csak mondjuk el, hogy mi volt, ugye az volt, hogy te azt mondtad, hogy van egy jobbra kanyarodó zöld kiegészítő lámpa egy nyíllal, akkor azon átfordulsz. De amikor az elalszik, és még nem vált pirosra a főirány, akkor te azon átfordulsz kisíbe jobbra. Nem akarok, csak nem figyelmezted semmi, hogy mikor fog elaludni. És én ezt mondtad, nem adtam meg, én azt mondom, hogy ha a zöld elalszik, akkor piros lámpa piros, az mindenkire kötelező érvényű. Ha tudsz, akkor tessék megállni. Ezt nem fogom megadni. Ebből konkrét lázadás lett, de ma nem a nem megadott Böki a csőröm, az a mi Böki a csőröm. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassatibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassatibi. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassatibin kívül valami más is idegesít. Ami Böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Egyszer már szerintem hoztam ezt, de most muszáj egy picit megint elővennem ezt a dolgot, hogy megrendelsz egy csomag internetet. Azt mondtad, hogy most már ugye mindenki most már záporoznak a megabájtok, meg a megabitek, meg a nem tudom, a gigabájtok, és megrendelsz, nem tudom, egy baromi széles sávú internetet, kifizettetnek, érted, mondjuk nem tudom, havi 10 000 forintot, vagy 15-öt megrendeled, hogy mert ennek a külföldön van mondjuk, vagy mi ismerős, hogy Skype-olni akarsz fel rendszeresen, vagy sokat töltesz, bla bla bla. És meg kifizettetnek veled, nem tudom, 15 000 forintot, és odaírják csillagozva apró betűsbe, hogy ez a sávszélesség egyébként nem garantált. Aha. Hát mi a túróért fizetsz? Tehát, hogyha azt, hogy 50 megabit, de néha csak 5, mert ugye ezt, hogyha méred folyamatosan, tehát nálunk például konkrétan ez van, néha 5, néha 7, néha 51, néha 3, tehát,
hogy ez, mi a túró ez a nem garantált? Valaki rakjon már egyszer egy rendet a fejembe. Tehát, hogy mi az, hogy van egy olyan szolgáltatás, aki bármilyen sávszélességet nyújthat, és te nem reklamálhatsz, pedig kifizeted a reklámban bereklámozott sávszélességet. Tehát, hogy mi olyan szolgálat... Ez pont az, amit elmondtál most. De ennek mi a... De nem hülyeskedjetek már. Ez arról szól, magát, hogy nem tudják garantálni, mert mondjuk, ha valaki tőled lopja, vagy a közeledbe költözik, vagy többen használjátok, tehát, hogy ők nem tudják ezt egyértelműen garantálni, mindig ugyanazzal a sávszélességgel küldik. Rajtuk kívül álló okok miatt az szűkülhet, az a fajta sávszélesség, most nem jó szóval élve. Hát igen, de az mi a rajtuk kívülálló ok? Hát az, hogy valaki nem mondjuk tőled... Lopja. Hát nem csak az lehet, hogy lopja, hanem hogyha többen vannak a hálózatot, tehát ez sokkal több dologból áll össze. Na de hát könyörgöm. Tehát akkor azt mondom, hogy ha most írtam fel egy pár dolgot, akkor legyen mondjuk nem garantált kiló kenyér, mert érted, nem úgy jött a liszt, érted? Nem, tehát, akkor... az mérhető, az egyszerűbb a sztori, tudod? Hát ez is mérhető, nem, csak a terhelés nem tud beszabályozni. Nem tud beszabályozni a terhelés, mondjuk te laksz egy társasházban, ahol mindenkinek jön X sebességgel, de azon az estén mondjuk 9 és 11 között mindenki internetezik, akkor a rendszer olyan sok szolgáltatónál, hogy akkor visszaveszi a te teljesítményedet, mert mondjuk többen használjátok, el kell osztani, a másik kapja meg a több teljesítményt, tehát ez nem olyan, mint egy háromsávos strádóba fölmész és mindig ugyanolyan, hanem nekik azt is bele kell kalkulálni, hogy mi van akkor, amikor mondjuk többen használjátok, letöltötök, vagy mondjuk én a szomszédodban masszívan töltök, akkor lehet, hogy kicsit fura módon, de mégis tőled veszem el, tehát a rendszernek van egy ilyen bénassága, hogy nem tudják mindig ugyanazt nyújtani, ezért írják bele. Te szomszédodban gyakran töltök, de hogyan ide az internet? De csak mondom, hogy van olyan szolgáltató, ahol egyébként mi is sokszor mérjük, van egy ilyen Apple Store-ból lehető alkalmazás. Janinek hiába mondod, mert... Igen. Mert hogy... Hagyjad. Van egy olyan alkalmazás, amit méri neked a sávszélességet. Tudom, nyilván azzal mérem én. Van egy szolgáltató, akinél hiába veszed el, vagy hiába veszi el más, mindig ugyanolyan. Tehát komolyan? Igen, itt is... Na mindegy, tehát hogy nekem ez egy ilyen állandó problémám a dologgal, mert akkor írják oda, hogy 50 megabit szerencsés esetben. Vagy 50 megabit ha mákod. Sokszor ha ezzel olyan. Egyébként kicsit aljas módon magukat is védik, mert nem biztos, hogy a szomszéd veszi el, hanem amikor ők nem garantálják. Hát tehát ezért bekötöd ennyivel, kijössz, leméred, tök jó a dolog, három napra hát rámérsz, és volt a tizeden. Persze, tudom. Hát... Kihívtátok a szerelőt, konkrétan Viki mesélte, hogy ment ott pöcörgött egy ilyen betárcsázó sebességgel, és valami baromi szélességű storyboard nátok meg. Igen, és az a jó, hogy ilyenkor betelefelsz, és azt mondod, hogy leesett, akkor hirtelen visszaugrik. Jaja. Utána megint leesik, megint betelefelsz, hirtelen megint visszaugrik, tehát hogy van ezért csipészkedés. Azért van egy ilyen önvédelem is egyébként. Úgyhogy jelen pillanatban a nem garantált sávszélesség, ami böki a csőrömet, kérdeznek téged, Balázs, hogy középre tudok helyezkedni. Komolyan? Na, én meg se adnám, úgyhogy nem ad. Miért nem adjátok melyik meg? A középső? Bár sosem tudom, az egyes a legkevésbé, a hármas a legdurvább. Melyikkel értünk egyet? Az a hármas? A nem, nagyon, a hármas az nagyon megadott. Az nagyon. Én az egyes. Hát a középső csak megtalálod 1-3-ig. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Hát ezt nem is értem most már, gyerekek. Tehát, hogy ezt nem, mikor meg a zsebünkből kilopják a pénzt. Hát érted. De hát mondom, akkor írják azt, hogy 50 de ez megabit... egy hatóságilag előírt mondat, hogy nem garantált sávszélesség? Persze. Figyelj, a három, jössz befelé az M7-es autópályán, a közös szakaszon három sáv van. Az nem garantált, hogy te a Budaörstől a mit na tudom jó. Én, meddig el tudsz jutni egyébként 10 percig, de senki nem tudja garantálni, mert hogy sok az autó jelen pillanatban. Történik egy baleset? Igen, csak ha az esetek többségében egyébként ez akkor lenne úgy, hogyha mindenképpen akkor 8-tól 10-ig filmet letölt, az oké, de sokszor a szolgáltató egyébként ezzel visszaélve mondja azt, hogy azért írom ezt ki, mert hogy közben neked a szomszédod biztos letölt. Nem, egyébként vagy egy valakire tesznek 600 házat, vagy 600 lakást, vagy egész egyszerűen a rendszer bénasága, vagy régiessége miatt nem jön meg neked a beígért sávszélesség. Tehát legalább, ebben legalább ugyanannyira benne vannak a szolgáltatók. Most ne haragudj, csak akkor miért nem adtad meg? Nyomorék kettest akkor próbálom védeni. Elgondoltam. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Azt már szeretem. Na, látod, hogy kiszedtem belőle a hármas? Köszönjük. De ugyanakkor abban igazad van, hogyha van egy kereszteződés szerdán, ahol nagy dugó van este 5-kor, én azon vasárnap úgy átmegyek, mint forró kés a vajon. Látod? Nem, kettes. Nem tudom egyértelműen, még szólt ennyi. Ezért kell, hogy ilyen korán felkelned.
megadjuk, de csak hogy ebben 10 maradok, után ne hívogass minket. Ebben és tudok csak mondjuk érted, egy rohagy meg, hogy egyes kiharcolsz, most várjál, nekem megjön, mert ha egy úttal arra van egy lezárás, és mindenkit ebbe a kereszteződésbe terelnek, és nem tudsz átmenni, akkor mi van? Akkor egyes. Hát azt nem lesz megadni. Na jó, helyezkedjünk középre. De sokszor a szolgáltató ludas, én inkább ezt mondanám. Jó. Na de... De nem azért húztam az időt ezzel a rengeteg baromi érdekes és koncepcionálisan jól kidolgozott dologgal eddig is, hogy azt hitessem el veletek, hogy esetleg nincsen valami brilliáns dolog a tartsajomban. Ugye nem azért vagy most itt ilyen sok ideig, mert hogy de az időt... Na, mert... Na, mit hoztam? Egyre több állásinterjúnak álltok, az a frappáns lezárás, hogy azt kérdezik meg az alanytól, hogy milyen állat lenne szívesen, és miért. Tehát jártok, ezzel próbálják meg zavarba hozni, és hát egyébként baromi zavarba jött a kérdés, mi a túró tudsz erre mondani, milyen állat lennél, anyám, nem tudom, mi lennél. Te mi lennél, hogyha... Nem akarod tudni, hogy miért kérdezik ezt, vagy az nem érdekel, csak elég az állat. Nem, mondja, tehát hogyha... Mert nem az állat a lényeg, hogy te mit mondasz, hanem hogy magyarázod meg. Na az de... állásinterjúnál halál komolyan mondom, tök mindegy, hogy mit mondasz. Leveli béka, sasmadár, elefánt, bármit mondhat. Na de mit mond... Nem ez a lényeg, utána megfelelő, és miért? És erre kíváncsiak. Hát, hogy ne fizessek adót. Hát, de... Ja, miért az állatok? Ja, hát ott fél, hát nem maga. A gonosz, hogy az elefánt az, mert nagy, erős tekintélye van a többi állat között, és mindenki fél olyat tőle, kulázik, és... hogy olyan kulázik, hogy hegyet mászol rajtam. Nem kell mindig azért az altesti poénokban hinni, bár sok műsort alapozunk mi is erre, de néha el lehet ettől szakadni, kedves Tibor. Szóval, hogy a rejtett vágyaidat mondod bele, tehát a sas akkor azért, mert szabad vagy, és repülhet, és azt csinálsz, amit akarsz, akkor biztos nem kell ezt, mert hülye vagy, mert nem fogsz beállni a sorba. Így van, nem jössz be soha időre. Mivel tudunk velük kiszúrni? A szorgos hangyával. Igen, miért? Anyádért. Na, igen. Van véve. Akkor ezt nektek, ezt kapjátok be, akkor azért, mert akkor ez a válaszom, abból mit. Hát akkor le kell rövidíteni a válasz, mi nem? Mi akarsz azért lenni? Pávián, hogy verhessem egész attól. Nektek azért. Szóval ilyen rafkoznak, hogy magyarázod meg? Tehát Balázs, te image-t építettél nekünk egy időben azzal, mit? Hogy image-t építettél nekünk egy időben. Kérdezem még ezt a szemétlen. Image-t, vagy image-t, vagy elharapod a kettő között, hogy ne derüljön ki, hogy rosszul mond. Nem, angolul mondtam, ez egy idegen nyelv, ezt nem értheted. Igen. De a lényeg az, hogy te próbáltál akkor úgymond felmarketingelni egy jószágot. Ugye te a ganaj túrót egy időben marketingelted nekünk, hogy te az lennél, hogyha újra születnél, és túrnál egy ilyen ganaj galacsint. Na, nem emlékeztek? Nem után? Tudom, szerintem ez a pszichedelikus korszakodban történt, amikor masszívan elertéztél. Amikor állatszuperhősök akartunk lenni egy időben, és akkor beszélgetünk arról, hogy te ganaj túró lennél szívesen, és akkor turkálnál egy ilyen golyó galacsint magad előtt. Nem volt? Nincs ez meg? Nem tudom, lehet, hogy azóta azért fejlődtem egy kicsit, nem tudom, hány évvel ezelőtt mondtam, vagy akkor azért rossz volt az önképem. Tehát akkor most már nem lenni egy állásinterjú ganaj túró. Nem tudom, fene se tudja, hogy mit mondanék. Hát most attól függ, hogy magyarázod meg, akkor megint más mondasz, mint ami valójában lenne. Azt elfelejtsük a magyarázatot, az nem érdekel? Ki mi lenne valójában? De érdekel, abszolút érdekel. Hát, hogy ti mit mondanátok be egy ilyen állásinterjú? Utána egyébként hoztam egy csomó jó dolgot, amivel tudunk segíteni a hallgatóknak, hogy ezt a kérdést megkapják, hogy melyik állatra mit mondjanak. De csak egy kicsit játszunk el a gondolattal, hogyha most Titus behív, és azt mondja, melyik állat vagy. Hát nézd, ha Titus ilyet kérdez, akkor ott már nagyon nagy a baj. Van, nagyon elszabad fel a ló. Tehát ki mit mondana, tessék? Most így hirtelen nincs ötletem, milyen állat lennék szívesen? Hát én megpróbálnám őket átverni ezzel a hangya vonallal. Szorgos vagyok, dolgozom, persze, vagy én vagyok a gűzű, vagy a mosómedve, aki állandóan mindig valamit a kis mancsaival csinál. Én csikóhalat mondanék, mert az képes a nem változtatása. Na, ez bogozt ki, öreg. Ott a fiú neveli föl a gyereket. A fiú neveli, de tud nemet változtatni, ha nem talál magának hozzáillő párt, akkor a csikóhal nem változtatása képes. Egy adott fejlődési fázisban fölismeri, hogy nincs másik nemű, és nemet tud változtatni. Na, tesó, fölveszel, vagy nem? Kell egy hermafrodita a csapatban, nem? Figyelj! Ezzel se zavarom, azért ezt mire kibogozza. Az, hogy pénteken paliként bulizok a kreolóban, szombaton meg nőként. Megnézem, hogy kellek el hamarabb. Helyre, hogy kell kell, de jó munkaerő vagyok. A kakuk az nem lehetek, mert az kitolja a másik egyednek a tojásait a fészekből, magyarul fúrja a munkatársait. Igen, az nem jó. A hangyát könnyen eltapossák, ugye? Tehát az azért nem jó, mert abban nincsen tekintély. Medve nem lehetsz, mert az téli államot alszik, tehát télen nem lehet rád számítani. Sok szavit veszel ki. Úgyis mindegy, tök mindegy, mit kérdeznek, azon múlik, hogy mennyit akarsz keresni. Itt megy el. Vagy na, milyen állat akarsz lenni? 80 ezer? olyan állat, akinek elég a 80 ezer? A galantféreg nem lehetsz, mert az mindig a főnök seggébe van. Na, ott lehet, hogy örül. Szerintem is. Hát, ha valamit kiviszel. Jó, mondok nektek egy pár dolgot, összegyűjtöttem egy néhány adatot, amivel lehet egy picit magyarázni, milyen állat lennél, és miért.
hogyha mondjuk azt mondanád, hogy disznó lennél, aha, vagy disznónak mutatnád be magadat, akkor mondok egy érdekes adatot, nem tudom, tudtátok-e, hogy a disznó orgazmusa, ez főleg neked érdekes, Jani, a disznó orgazmusa 30 percig tart. Tudtuk. Csillog a szemed, mi? Te hülye vagy, nálam az együttlét nem tart 30 percig. Az orgazmus 30 percig megvan, tehát hogy az újjászületésnek egy ilyen új legendája lesz a disznó. Én azért nem hiszem, mert mondta már valaha valakinek egy disznó, hogy gyerekekért fél óráig érkezett. Oda ment valaki, rákötött két ilyen csípeszt, bemért ott valamit, és mi azért, mert a disznó 30 percig makog, vagy keresztbe áll a szemet, ezt kimondja. Valaha ezt egy disznó valakinek elmesélte? Mert az egy egyszer dolog, hogy egyébként a disznók nem tudnak fölnézni az égre, azt tudtátok? Nem tudnak fölnézni. Na jó, ha én nem tudnék fölnézni az égre, én is 30 percig élveznék. Ezt komolyan mondom, tehát genetikailag nem alkalmas arra, hogy hátra nem tud fölnézni az égre, nem tudja fölemelni a fejét. És mi ez a disznóval? Ezt megmutatták. De hogyha fotón megmutatod neki, akkor mit csinál a disznó? Azt mondja, arról a téletbe. Ez van felettem. Igen. Tényleg nem tudnak. De ez ki mondta, hogy a disznó 30? Ez... Hát nem lehet, hogy egyszer volt egy vad buli, és akkor valaki lestopperolta, hogy még mindig jó neki, még mindig jó neki. Mi hangot ad? Igen. Vagy tehát, hogy azért ezeket kérdőjelezzük meg, ezeket a kicsit fura ilyen áltudományos kutatásokat, hogy tudtad-e rovatba, amit most leszettél az internetről, még három ez dolgot. Figyelj, onnantól, hogy én ezt behoztam rovatba, ez tény, kisfiam. Tudtad, hogy az emberi fej 3 kilót nyom meg? Igen, a méhek tudtad, és a kutyák... Tudtad, hogy a csiga az egyetlen általán integetni tud a szemeivel? Tudtad, hogy a méhek és a kutyák... Komolyan? Zseniális. A méhek és a kutyák megérzik a félelmet? Na mondok. Mi jön még, ha tudtad-e rovatba? Mondom, hát mondom neked, kicsit kitágítom a tudatodat. Na. Például, hogyha azt mondod, hogy mi lennél szívesen csótány, akkor azért lenné szívesen csótány, mert 9 napig él a feje nélkül. És azt mondom, is... hogy az interneten tudtad. Hát mi? Nem. Hat ilyet mondok még. Na, de hát akkor majd gyere velem. És akkor is nem abban hal bele, hogy levágta a fejét, hanem abban hal bele, hogy éhen hal, mert nem tud enni, mert le van vág a feje. Egyébként vígan el volna fej nélkül. Wikipédia? Google, jó barát. Miért? Egy jó csótány? Akkor az nem. Nem tudjuk fölmarketingelni a fej nélküli csótányt. Jó, mondok nektek másikat. Jó, itt van egy rohadt jó. A törpe harcsának több mint 27 ezer ízlelő bimbója van. Akkor te állod a zabás, mert egyfolytában zabálik. Nekünk mennyi van? Figyelj, ha ez igaz lenne, akkor gyakorlatilag ő lenne a legnagyobb áldozata a horgászoknak. Mert gyakorlatilag mindenfajta csalival lehetne rámenni. Hát miért nem lehet? Hát lehet menni, hát lehet, nem. Csak nem fogod. Igen, csak egy finom mártásos valami csalira tud rámenni a 27 ezeres ízlelő bimbós. Jó, de itt van akkor még egy valami oroszlán szívesen lennél, igaz? Mindenképp. Oroszlán vagyok, nem? Oroszlán, te ha most ezt így megkérdezted, hát már épp mondani akartam, hogy oroszlán lennél. Oroszlán, igen? De miért lennél oroszlán? Mert... Netán azt mondanád, hogy azért, mert te is naponta 50-nél többször párzanál? Az oroszlán... Na, ez most... Igen? Tehát 50-nél. Ezt ő elmondta? Ezt valaki egyszer megkérdezte? Na jó, ezt le lehet jönni. Hányszor párzanál egy nap? Azért, mert kanos? Nem, hanem már ilyen napja van. Más, legyünk szkeptikusak. 50-szer állítólag. Oda vittek 51 darab tüzelő nőstény oroszlánt, és az 51-et már nem kívánta meg. Figyeljetek, 49-et még én is bevállalok, és nem vagyok oroszlán, érted? Mm-hmm. Tehát, hogy... Pedig a szagod erre utal. Egy jó deostift sokat segít. Úristen, ennyire meleg van? De nem vagy büdös, csak én lehetek. Nem, hát azért ezt le lehet filmezni. A természetfilmesek ott vannak, és ott ilyen állatpornót forgatnak. És napi 51 együttlétet simán regisztrálhat, okay. Hogy oroszlánnál. De mi a témát, Tibi? Na, mindegy, szóval a témát kérdez szépen. Egyszerűen rohadékoskodunk. Igen. Mondok még valamit. Azt tudtátok például, hogy a Time magazin 1938-ban az évemberének választotta Adolf Hitlert? Igen. Ezt igen. Ez mert hogy ez egyébként egy exakt dolog. Így tehát, van. Hogy tudtad-e rovatban szintén? Tessék. Na, bizony. Eztűbered, kis tesó. A rohadt életbe. Ehhez képest eltörpülni látszik, hogy a pillangók a lábukkal érzik az ízeket. Tényleg? Állítólag igen. Na, mit hoztam? Akarsz-e pillangó lenni, hogy belemásd a jobb lábadat egy jó marha pörköltbe? A pillangóról nekem mindig az jut eszembe, hogy mész a Balatóra a kis családoddal, 130-al gázolsz az autópályán, egynek se akarsz ártani, és valahogy mindig berepül eléd, nem? És oda beakad az ablaktörlő alá szegény. Nem, hát ott abban a pillanatban vége. Tehát, hogy ilyen nagyon szép életet él, és egyszer csak így vége a dolognak. De lábbal ízlelni az egyébként nem lehet rossz. Szerintem nem. Jani, mondjuk egy jó ízű krémesbe beledugni a nagy lábujjadat. A lábat ízlelni, az még csak gáza. Nem lábat ízlelni. De a lábbal ízlelni. De rohadt fetisista. Jó, pillangók akkor nem akartok lenni. Az ez nem. Jó, ha már beszéltünk ugye az elefántról, azt tudjátok, hogy az elefánt miben nagy király? A terhességben 2,5 évig. Nem, az elefánt abban nagy király,
hogy nem tud ugrani. Ő az egyetlen állat, aki nem tud ugrani. Mondjuk ez szerencse, mert képzelj el egy ugráló elefánt. Így, nincs az a dobantó. Nincs az a dobantó. Meg olyan nagyon nincs is mit átugorni. Nem? Tehát, hogy azért ugye tényleg ott a szabadnán. Tehát olyan nagyon nem nyúltak ezzel mellé, hogy nem tud ugrani. Képzeld. Miért akkor a többi állat, aki tud ugrani, az hülye ezzel azt mondod? Hát azért annak van funkciója, mint a gepárnak, vagy az antilopnak, vagy a szöcskének, tehát valamilyen célja van. De az elefántnál egy ekkora testméretnél nagyon... Természetben azért előfordul, hogy bizonyos dolgoknak céljuk van. Komolyan? Igen, és repülni sem tud. De elefánt az jó. Például az elefántok, ahogy meghalnak, ez egy milyen érdekes dolog, nem? Hogy elkísérik. Mekkora robajjal jár. Az egy dolog, hogy eldől oldalra, hogy elkíséri. Az elefánt azon kevés állatok között, hogy egyrészt monogám, kettő gyászol. Monogám, hát ki is húzom a listámról. Nagyon kevés állat van, aki egy életre választ pár. De például ilyen állítólag az elefánt is, illetve gyászol. Tehát elmennek, és külön válnak a falkától, és elmennek meghalni. Azért ez is milyen durva, vagy milyen intelligensek, nem? Eljött az idő, minden egyes elefánt egyedül hal meg, leválnak a csordáról, elvonulnak meghalni. És közben a többiek meg, amikor már meghalt, tessék? Lemaradnak. Nem, elmennek meghalni, a többiek, amikor meghalt, visszamennek és gyászolják. Megvárják, hogy meghalljon és visszafordul a csorda. Így elmennek oda, ahol meghal, és megtalálják, és ha megtalálják, gyászolják. Te, Dumbo, hol van? Lefűzött valahol. Én nagyon intelligensek, én nagyon szeretem az elefántokat. Ehhez képest azt gondolom, hogy a jegesmedvék rohadt nagy gyökerek, mert azokról csak annyit tudtunk kideríteni, hogy a jegesmedvék meg balkezesek. Mármint balmancsosak. Balmancsos, az összes jegesmedve balmancsos. Kitöltettek velük egy kérdőívet, és mindig ösztönösen a balmancsával fogtam. Ez is érdekes. Hát balmancsával csap oda valaminek. Tehát ezáltal ki van mutatva, hogy az összes, tehát valahogy úgy vannak izélve, hogy balkezesek a jegesmedvék. A rohadt nyomorult. Lehet, hogy erősebb a jobb agyféltekéje, és akkor a jegesmedve egy emocionális típus, és akkor keresztbe dolgozik. Jobb agyfélteke erősebb, viszont akkor balkéz. Tehát ha balkezes vagy, akkor azt kell mondanod egy állásinterjún, hogy te jegesmedve lennél szívesen. Igen. És lezárásképpen jön egy emberi tulajdonság, ami nagyon-nagyon fontos nekünk. Melyikőtök jobbkezes, melyikőtök balkezes? Én balkezes vagyok. Jó. Akkor ennek most nem fogsz szívesen. Én még tépelődök. Szívesen. Igen. És lezárásképpen jön egy emberi tulajdonság, ami nagyon-nagyon fontos nekünk. Melyikőtök jobbkezes, melyikőtök balkezes? Én balkezes vagyok. Jó. Akkor ennek most nem fogsz szívesen. Én még tépelődök. Ja, de ennek... néha jobb, néha balattok. Igen. Szituáció hozzá. Persze. Egyébként baromi érdekes, hogy én jobb kézzel írok, de na mindegy, megyünk tovább. De ez a sztori nem maradjon benned, Tibi. Biztos nagyon jó. Na. Tudom, mit akartam mondani. Igen? Igen. Takarodj, igen. Fúj. Olyan ballal. Jani megszagolta a Tibi balkezét. Meg is találta, fúj. Na, szóval mi van a balkezes? Nem, állítólag egy kutatás bebizonyította, hogy jobbkezes emberek átlagosan viszont 9 évvel tovább élnek, mint a balkezesek. Úgyhogy Balián, tedd oda akkor magad. Hogyha te most felvállaltam balkezes vagy, akkor nincsen mások. Hát felvállaltam, nem szégyellem, igen, tudom, hogy a hibáim. Kutya fáját, mekkor a rohadék. Te sem vagy tökéletes. Hogy a jobbkezesek tovább élnek. Hát így van, tehát, hogy mi jobbkezesek még bőven falatozunk, még bőven sétafikálunk a naplementében, amikor te már régen. Tehát a jobbkezeseknek a bal agyfélteké erősebb. Nem tudom, hogy ez miért éltek tovább, ha ez valóban így van. Nekünk mi a jobb agyféltekénket használjuk. Meg könnyen megérzés az érzelmeket. Tessék? Igen, én ott szerencsét neked. Hát, hogy kell ezt kinyitni? Jó, lezárásképpen akkor ki mit választ? Most már itt bemutattam az összes állatot, hogy melyiket. Elefánt? Nem, most csak én most megszerettem, amit mondtam. Megszerettem. Elefánt, az elefántot bevállalom. Jó, azért, mert nem tud ugrani, ugye? Mert nem tud ugrani, aranyos, okos, intelligens. Jó. Feri? Nekem ez a 30 perces. Rohadjak meg, én akartam lestistokból, legyél te a disznó, én vagyok akkor az oroszlán, aki meg napi hányszor. Hát de hiába csinál napi 50-szer, hogyha mondjuk az fél perces orgazmussal jár, én kicsivel is megelégszünk, nem jó, rohangálunk. Te leszel az oroszlán. Ha összerakod az 50-szer 30 másodpercet, nem neked az pont elég. Jó. Akkor te leszel oroszlán, és egész nap izé nyomatod, én leszek akkor a disznó, aki fél órán keresztül, jó, és Jani, akkor te zárd le a sort, te pedig... Ja, én az úgynevezett jó messze tőled állat szeretnék. Olyan állat nincs. Legyél a lábba levő pillangó. Lámpalevő. Igen, ez egy új faj. A lámpaevő pillangó. Semmi, felejtsd el. Lábbalevő, mert hogy a pillangók a lábbal lesznek. Lábbal ízlelnek. Akarsz lenni a lábbal ízlelő pillangó? Az legyen, nem jó, az mert mindig a cipője belsejét fogja nyalogatni egész nap.
Hát ha a lábbal ízlel, akkor a cipője belső. Szinte látom magam előtt a sorsom. Kibújok a bábból, és abban a pillanatban egy ilyen kis régoldán és már visz is a fészekbe. Igen, mielőtt belemárt, ott volna a bal lábadat egy krémesbe, rögtön visz téged. Jó, félre kérdezem meg, mert nem tudom a választ, hogy ezért a rengeteg jóért, ezért a rengeteg tényért, azért, hogy felütöttem a Google krónikáját, és ezt a rengeteg érdekességet kimásoltam. Nektek jogos lehet-e? Jogos! Puha vagy. Jogos, persze. Egyes típusú tapsi. Ez egy hármas típusú nagy tapsi. Olcsó vagy, de legalább könnyen fogyasztható. Személy. Tibinek köszönjük szépen. Se egy klubkoncert, semmi, sehol? Ezen a héten is tudod, hogy bemondom, ha van. Azt mondom, ne szerintem. Jövő héten szerdán találkozunk. Drága rajongóim, drága anyalányok. Mindenkinek ott helyez elsősorban. Rohadék. Néha lánya. Micsoda nem tudhatjuk, hogy merre van éppen szerencse. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 5 perc, pontosan 10 óra. Egy nagyon-nagyon sok kérdés vett föl ez az ügy egyébként, amellett, hogy nyilván az, hogy az ember valakit megöl, azt elítéljük, de a magántulajdon védelme és az, hogy te mit tehetsz meg, és hogy jelen pillanatban azt gondolom, hogy a jog fura módon most még inkább az elkövetőt védi, sem azt, aki egyébként ártatlanul csak a saját családját védte meg, azért az sincsen rendjén. Nem? A befőttes üveg. Tehát én odarakom, én nem akarok ártani, hozzám éjszaka nem jön senki. Agyonütöd, és neked felelned kell azért, közben ő, és te vagy a hibás. Közben csak megvédted, ugye? És ez nem a jogos védelem, mert ugye ez nem teljesen esik. Sokan írják, hogy ez már van, ez a jogos védelem. Nem ez a jogos védelem. De hogy ebben nagyon-nagyon sok kérdés van. És ez nagyon nehéz. Egy nagyon komoly szerintem ügy, de az biztos, hogy az igazságszolgáltatás az nem a te dolgod. Mert hogy ettől élünk mi egy jogállamban, hogy elviekben nem neked kellene igazságot szolgáltatnod. De azzal egyetértetek, hogy inkább az elkövetőt védik? Ez teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, sajnos. Parádi Tamás vagyok. Hello, Feri Jani Balázs Morning Show, hello. Hello, sziasztok. Hello. Még hallgatod is az adást, hát gerjed össze. Igen, most érek be pont egy alagútba, úgyhogy lehet, hogy el is megy a hang. Nem mondtad, de kár. El is ment a hang. Hát egy kicsit hallok benneteket. Aha. Jó. Nem leszel naphallgató. Nem. Értve leszel, csak ajándék nincs. Igen. Sajnálom. Köszi. Ciao. Csáva. Szia, szép napod. Ilyen szomorúan nem lehet abba adni egy műsor. Jó írt, legalább. Azt írta én SMS-ben, ugye beszéltünk arról, hogy a disznó az fél órán keresztül élvezi a szexet, ugye Tibi hozta a témát, az oroszlán meg egy nap 50-szer akar ugye párosodni. Ő azt írta, az mekkora, amikor az oroszlán 50-szer megdugja a disznót. Igen. Szép kis árukapcsolás, igen. De egyébként Tibi nagyon jót hozott ezzel a törpearcsa sztorival, mert rengeteg sporthorgász megírta, hogy a törpearcsa tényleg egy olyan halfajta, ami gyakorlatilag mindenre megy, még az üres horogra is. Úgyhogy okosabbak lettünk egy kicsit. Köszi Tibi, ha hallasz minket. Igen. Itt van a Csabi velünk. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok, féltem, hogy ebbe hogy fogok tudni bekapcsolódni, nagyon komolyak vagytok ma, de hozzám bárki bejöhet, és nem fogok bántani senkit, ígérem. Itt vagyok a Peugeot Gablini M3-ban, ugye tudjátok, ahogy mentek kifelé az M3-ason, egyből ott az elején. És ide várok mindenkit, aki szeretne dalt kérni, aki szeretne regisztrálni, a regisztráció azért fontos, mert ezzel 3